is volt, és 2019 kormányülés követő első kormányinfóját Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke tartja. Át is adom neki a szót, azután természetesen válaszolunk a kérdésekre is. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Valóban úgy áll a helyzet, hogy ezt is boldog új évet kívánva mindenkinek, ma velem kell beérniük Gulyás Gergely helyett. A tegnapi kormányülésen számos kérdést megvitattunk és eldöntöttünk, ezekből fogok majd néhányat felidézni. Hoztunk néhány döntést fővárosi beruházások kérdésében. Az ülésen részt vett egyébként a főpolgármester is. Meghallgattuk a pénzügyminiszternek a beszámolóját a 18-as költségvetési év teljesüléséről. Erről mondanék is önöknek néhány adatot. Tehát a helyzet úgy áll, hogy a 18-as év gazdasági növekedése a mostani tudásunk szerint 4,6% lesz. Az államadósságunk 71%-ra csökkent. A hiány meghaladva a reményeinket és a várakozásainkat 2%-nál megáll. A háztartások fogyasztása az több mint 6%-kal nőtt, a bruttó bér és keresett tömeg pedig meghaladta, annak a növekedése meghaladta a 11%-ot. Összefoglalóan úgy tájékoztatott bennünket a pénzügyminiszter, hogy a gazdaság stabil, erőteljesen növekszik, és ez várható a következő évben is. Vagyis, ahogy mi szoktuk mondani ezt a Fideszben, Magyarország jobban teljesít, és ez a várakozásunk a 19-es évre nézve is. Én annyit teszek még ehhez hozzá, hogy jól láthatóan Magyarország pénzügyei stabilak, és jó kezekben vannak. Ez a pénzügyminiszter és a jegybank elnök munkáját egyszerre dicséri. A következő napirendi pontunk, amit megtárgyaltunk, az a családok védelméről szóló nemzeti konzultáció volt. Megengedik itt is önökre öntök néhány tényadatot. A 1.382.000 kérdőívet küldtek vissza. Szeretnék ezért köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ebben a konzultációban. Ennek az 1.382.000-es kitöltésnek a 8%-a internetes, a többi pedig kérdőíves. Bizonyára emlékeznek rá, hogy ez volt a 8. nemzeti konzultáció 2010 óta. Ha a részvétel arányát nézzük, akkor ez volt a 3. legnagyobb részvételű konzultáció, amiből az következik, hogy jól láthatóan nem csak a kormánynak, hanem az egész országnak fontos a vagy talán egyik legfontosabb kérdés az a családok helyzete, a gyermekvállalás kérdése és a demográfia. A kormány álláspontját önök ismerik, az a véleményünk, hogy a magyar történelem folytatásának az esélye, vagyis az ország jövője az a családokban van. Az elmúlt 8 évben a családtámogatás összegét megkétszereztük, de ebből a konzultációból az derül ki, hogy még további lépésekre van szükség, sőt a polgárok további lépéseket várnak a kormánytól. A konzultáció összesítését követően a kormányzati intézkedések kidolgozása megkezdődött. Reményes, hogy a magyaros emlékév lesz, majdnem 2 teljes évig fog tartani. Az a neve, hogy 30 éve szabadon. Ennek az az oka, hogy a
rendszerváltás, vagy hogy mi hívjuk a antikommunista alkotmányos forradalmak 30 évvel ezelőtt vezettek eredményre egész Közép-Európában. Így Magyarországon is létrehoztunk egy emlékbizottságot, fölkérjük a ház elnökét, hogy legyen kedves ezt elvállalni, ennek az elnöklését elvállalni, és fölkértük, illetve megbíztuk Gulyás Gergely miniszter urat is, hogy a kormányt képviselje ebben a bizottságban. És végül, ami a leghosszabb időt vette igénybe a kormány ülésen, mert a legfontosabb ügy talán, az politika értelemben mindenképpen az előttünk álló európai parlamenti választás kérdése. A kormány technikai tájékoztatót hallgatott meg először, amely arról szól, hogy az ország készen áll arra, hogy lebonyolítsa a májusban esedékes európai parlamenti választást. Utána meghallgattuk a tájékoztatót egy decemberben készült közvéleménykutatásról, amely arról szólt, hogy a magyar választópolgárok melyik kérdést vagy mely kérdéseket tekintik a legfontosabbnak az európai választáson. 52%-uk elsöprő többségben a bevándorlást nevezte meg ilyen kérdésnek. Ebből következik a kormánynak az álláspontja, hogy egy fontos, talán sorsdöntő európai választás előtt állunk. Magyarország volt ugyanis az egyetlen ország, ahol eddig az emberek elmondhatták a véleményüket népszavazás, parlamenti választás, nemzeti konzultáció keretében a bevándorlásról és a migrációról. Európa többi országában erre eddig nem volt mód, ezért az európai választás nagy lehetőség az európai emberek számára, hogy elmondják a véleményüket a bevándorlás kérdésében. Ugye a magyar álláspont jól ismert, mi és csak mi dönthetjük el, hogy kikkel élünk együtt, nem támogatjuk a kvótákat, állandó bevándorlási mechanizmus nem akarunk, migránsvizumokat nem támogatjuk, és a pénzt sem a migránsokra kell fordítani elsősorban, hanem a saját polgárainkra. Tisztelt hölgyeim és uraim, ezzel kapcsolatban az is elhangzott a kormányülésen, hogy egyértelmű célokat kell kitűzni az európai választásra. Mi két célt fogalmaztunk meg. Magyarországnak az a célja, hogy az Európai Unió minden intézmény rendszerében, illetve intézmény rendszerén belül, minden intézményben kerüljenek többségbe a bevándorlás ellenes erők. Első lépésként kerüljenek többségbe a bevándorlás ellenes erők az Európai Parlamentben, majd néhány hónappal később kerüljenek többségbe a bizottságban, és aztán a későbbiekben nemzeti parlamenti választások eredményeképpen azt szeretnénk, ha többségbe kerülnénk az Európai Tanácsban is. A második célunk pedig az, hogy úgy, ahogyan ez történt korábban, ennek a választásnak az eredményeképpen is mi legyünk a legsikeresebb párt Európában, de az Európai Néppártban mindenképpen. 2009-ben 51%-os támogatást érdemeltünk ki, 2014-ben pedig 56%-ost. Szeretnénk, ha továbbra is Európa legerősebb pártja lehetnénk a választások után. Ebben az összefüggésben hallgattuk meg Szijjártó Pétert az ENSZ migrációs paktumáról. Én már részsikernek tekintem ennek a szavazási eredményét is, hiszen 9 Európai Uniós ország nem szavazta meg az ENSZ-ben a migránspaktumot. 9 Európai Uniós ország már nem szavazta meg, és ha az erőviszonyok továbbra is úgy változnak, ahogy eddig, akkor ez a szám a jövőben növekedhet, növekedni is fog. Van itt még egy érdekesség, amire szeretném fölhívni a figyelmüket. Mindenki közhelyszerűen beszél arról, hogy az Európai Bizottság demokrácia deficittel küzd. Ez érthető, hiszen a nemzetállamok delegálják, az éppen hatalmon lévő kormányok delegálják a bizottságba a tagokat, ezért hiányzik mögülük egyfajta demokratikus legitimáció, európai szintű demokratikus legitimáció. Ezért találta ki az Unió ezt a Spitzenkandidát elnevezésű csúcsjelölt intézményét.
Most ennek megvalósítjuk a magyar változatát, ezért a részünkről a mi listánkat, az európai parlamenti listánkat az a személy vezeti, akit egyébként bizottsági tagnak is jelölni fogunk, mert szeretnénk, hogyha a magyar nép demokratikus legitimáció is ott állna a Magyarországot a bizottságban, majd később képviselő biztos háta megett. Meggyőződésünk, hogy ezzel a megoldással javítani tudjuk a bizottság demokrácia minőségét. Ha megengedik, még szentelnék néhány gondolatot annak a ténynek a jelentőségét aláhúzandó, hogy az európai választásnak a fő témája jól láthatóan és elkerülhetetlenül a migráció és a bevándorlás lesz. Nem szoktunk erről beszélni, mert a modern média viszonyok közepette a félmondatos üzenetekben van az erő, és a hosszas kifejtésekre nincs kereslet, de talán most mégis azt elmondhatom önöknek, hogy a migráció nem egyszerűen a fő témája lesz az európai parlamenti választásnak, hanem ez egy olyan téma, amely mélységében alakítja át a teljes európai politikát. És ez naponta történik, minden nap, ma is, ebben élünk. Ez a meghatározó politikai folyamat szerintem ma Európában. Figyeljék meg, hogy a pártok felosztása, amelyet hagyományosan jobb és bal oldalra szoktunk tenni, vagy így szoktunk használni, ez hogyan adja át a helyét egy fontosabb dimenziónak, a bevándorlás pártiak és bevándorlás ellenesek párt képletének, vagy korábban milyen jelentős volt, hogy valamelyik párt Európa ellenesnek, vagy Európa szkeptikusnak mondta magát, ez ma hogy eltörpül a bevándorlással kapcsolatos álláspont súlya mögött. Majd gondoljunk arra, hogy ez a bevándorlás és migrációs vita, ez újra értelmezi a viszonyunkat a kereszténységhez. Egyértelműen megerősíti a keresztény kultúrához való kötődésünket, a keresztény kultúra védelmét szinte politikai kötelezettséggé teszi, és a kereszténységet magát is, mint európai életformát. Már definiálja. Ez egy új jelenség az európai politikában. Férfi-nő egyenjogúság kérdése, vallásszabadság kérdése, ezek most mind-mind a bevándorlás kapcsolatban. Mi tiszteletben tartjuk a bevándorlás pártiak demokratikus döntéseit, amelyek arról szólnak, hogy ők fogadnak be migránsokat, sőt, ezt kívánatosnak is tartják. Ők viszont nem tisztelik a mi álláspontunkat, az erre vonatkozó döntéseinket sem tartják tiszteletben, amely ellen mindezt elutasítjuk. Szeretném fölhívni a figyelmet arra is, hogy a migráció olyan erejű kérdés, amely, ha nem figyelünk oda, akkor megbonthatja az Európai Unió építményét, hiszen a Brexit mögött is könnyen felfedezhetjük a migrációs vitát. Az is látható, hogy a migráció kérdése az megváltoztatja az európai társadalmak fejlődési irányát. Eddig egy egységes európai civilizációval volt dolgunk, amelyen belül nemzeti karakterekkel jellemezhető önálló országok jelentek meg. Ez most megváltozik. Az egységes civilizációnk helyett két különböző civilizáció lesz Európában. Lesz egy vegyes civilizáció, amely egy iszlám és keresztény együttélésre, vegyes civilizációra építi a jövőjét, és vagyunk mi itt Közép-Európában, akik továbbra is keresztény civilizációként képzeljük el Európát, amit úgy szoktunk kifejezni, hogy Európa maradjon az európaiaké. És arra is szeretném fölhívni a figyelmüket, itt a liberális, illiberális demokráciáról szóló viták tekintetében, hogy jól láthatóan minden liberális demokrata egyúttal bevándorláspárti is. Továbbá, miután Brazíliában is jártam az év elején, ahol átadhattam Magyarország jó kívánságait Brazília új elnökének, azt láttam, hogy az európai migrációs vita, ez túlnyúlik a kontinens
határain, és egy érvényes vitát jelent a többi kontinens belpolitikájában is. Ez nyilván összefügg azzal, hogy az ENSZ a migráció kérdését globális kérdéssé tette, de jól látszik, hogy ez közelebb hozza a hasonló gondolkodású politikai szereplőket, akkor modern keresztény demokrácia leginkább alkalmasnak tűnő definícióját az ember Brazíliában találja meg, és nem Európában, ahol a brazil elnök, ha átfordítom kulturálisan a választási üzenetét magyarra, akkor valami olyasmit mondott, hogy Brazília, az a mi esetünkben persze Magyarországot jelenti, tehát Magyarország mindenek előtt, és Isten mindannyiunk fölött. Tehát jól látszik, hogy megjelentek a globális politikában olyan új eszmeirányzatok, és olyan pártok, amelyek hozzá tudnak járulni nem egyszerűen csak a migrációs vitához, hanem az ennek kapcsán kialakuló európai globálissá váló szellemi vitákhoz is. Nos, tehát végezetül szeretném megismételni, hogy Magyarország készen áll az európai parlamenti választásokra, ezt hibátlanul le tudjuk majd bonyolítani. A programok mind a bevándorlás párti, mind a bevándorlás ellenes oldalon jól haladnak, megfogalmazásukban a felek jól haladnak előre, ezt az ellenfelénktől sem szeretném elvitatni, mi is világosan megfogalmaztuk a célkitűzéseinket, szeretném ezt megismételni, azt szeretné a magyar kormány, hogyha Európa, az Európai Unió minden intézményében a bevándorláspárti erők kerülnének többségbe, és a legnagyobb magyar kormányzó párt, a Fidesz, a Kereszténydemokrata Néppárt közösen maradhatna Európa legsikeresebb kérdéskörhöz köthetően, akkor állok a rendelkezésükre. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr, az MTVA-val kezdjük. Technikai info, mikrofon megy körül, mindenki kap, kérem szépen, mindig várjuk meg. Jó napot kívánok, Mészáros László vagyok, a Magyar Egytől. Miniszterelnök úr az előbb említette, hogy a migráció kapcsán újra kell értelmeznünk a viszonyunkat a kereszténységgel. Ennek kapcsán kérdezném öntől, hogy mi a véleménye arról, hogy Guy Verhofstadt önt se nem demokratának és se nem kereszténynek nevezte. Először azon kell elgondolkodnom, hogy kell-e, hogy nekem erről véleményem legyen, ami felül egyáltalán nem vagyok bizonyos. De talán jobb, ha nem hagyjuk az ilyesmit csak úgy lógni a levegőben. És talán úgy válaszolnék önnek, hogy a nyers megfogalmazásért előre is elnézést kérve, hogy oda jutott a liberális gondolkodás Európában, hogy ma a szabadság első számú ellensége. Tehát a liberálisok a szabadság ellenségei ma Európában. És ennek jó példája az ön által ide idézett mondat, mert ez azt jelenti, hogy a liberálisok nem csak azt akarják megmondani már, hogy ők kik, hanem azt is meg akarják mondani, hogy kik a kereszténydemokraták és kik nem. Szerintem ez nem olyan útvonal, amin érdemes tovább haladnunk. A kölcsönös tisztelettel messzebbre jutnánk. Rajteszt kérem. Köszönöm szépen. Szakás Gergely vagyok a Rajtástól. Itt ülök, jobbkéz felé önnek, miniszterelnök úr. Öt különféle témakörben is szeretnék kérdezni öntől megragadva az alkalmat. Egyúttal köszönjük a lehetőséget. Elnézést, hogy félbeszállítom, mini interjúkat nem fogok engedni most sem, ugyanúgy, ahogy egyéb kormányinfókat, de mindenkit önmérsékletre kérek, nézzenek körül a teremben, sokan vagyunk. Egy-két kérdésre lesz lehetőség fejenként. Próbálom akkor felpörgetni. Említette jegybankelnök urat, hogy neki is köszönhető az ország pénzügyeinek a stabilitása. Matolcsy György úr mandátuma március elején lejár. Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy következő 6 évre is őt fogja jelölni a jegybank élére, vagy esetleg más jelöltekben gondolkodik, és amennyiben igen, akkor kik ezek a jelöltek, és mi az esetleges... Ha villámválaszok vannak, akkor még feltehet két kérdést. Köszönöm szépen. A másik kérdésem a Budapest Bankra vonatkozna.
Számos érdeklődő bejelentkezett már, külföldi és magyar tulajdonú is, de mindmáig nem lehet tudni, hogy pontosan mi a kormány terve ezzel a bankkal kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy mikor tervezik eladni ezt a bankot, egyáltalán tervezik-e, hogy eladják, mi lesz az értékesítés módja, és van-e esetleg... Magánszektornak. Erről konkrét döntés majd a miniszterasszony hoz, és arra kérem, hogy hozzá is forduljon technikai részletkérdésekkel, de a szándékunk egyértelmű és világos, betartjuk azt a megállapodást, amit az IBRD-val kötöttünk. És a harmadik kérdésem pedig a Paks beruházáshoz kapcsolódna, a Paksi bővítéshez. Ugye a legutóbbi hírek szerint még mindig nem lett beadva a létesítési engedélykérelem, amit korábban a tavalyi évre ígértek. Mikor várható, hogy ez beadják, ennek tekintetében mikor kezdődhet a reaktorok építése, illetve ennek a csúszásnak a figyelembevételével van esetleg szükség akár a szerződés, tehát a létesítési szerződés, akár a hitel szerződés újra tárgyalására az orosz féllel. Tegnap ebben az ügyben meghallgattuk a Paksi beruházásért felelős miniszterünket. Egy zárójeles megjegyzést kell nyitnom. Ugye egy olyan beruházás, ahol az oroszok nevezésnél az minél rövidebb legyen. A csúszás egyik oka az az volt egyébként, hogy egy bonyolult európai közbeszerzési eljárás kellett lefolytatni, és ez hosszabbra sikerült, mint hogy szerettük volna. Tehát késés kétség kívül van. A szerződéses feltételek módosítása ma nem tűnik szükségesnek, de a miniszter úr napra készen áll az önök rendelkezésére. Az Origót kérem következőnek. Jó napot kívánok, Kovács András Origó. Miniszterelnök úr, mit gondol arról, hogy úgy néz ki, hogy egységes ellenzéki lista lesz az EP választásokon? Ez mennyibe változtathatja meg a Fidesznek a stratégiáját? Ugye nem azért állok itt, hogy gyepáljam az ellenzéket, tehát nem lenne helyes így kezdeni az évet, de annyit azért hadd mondjak, hogy szerintem az ellenzék, ha erre az útra lép, akkor a saját sírját ássa, és nekem nem kötelességem ebben megakadályozni őt. A másik kérdésem az lenne, hogy a hét elején Brüsszelben együtt tüntetett Judit Sargentini az ellenzéki pártokkal, hogy ön szerint az előző kérdéshez kapcsolódva ez mennyire, mi a véleménye erről, hogy ezek a szereplők együtt tüntetnek, és mennyire hozhatja őket közel, úgymond? Hát ez annak a újabb bizonyítéka szerintem, hogy az európai választás fő kérdése az a bevándorlás lesz. A holland képviselő asszonyról közismert, hogy egy bevándorláspárti politikus, ezért abban nem látok semmit. Hogy a Matolcsi jegybank elnök úrral kapcsolatban semmi meglepetés nem várható. Ez azt jelenti, hogy jelölni fogja, ugye ez a miniszterelnöki hatáskörbe tartozik, jelölni fogja egy következő második mandátumra, amikor a mostani lejár, ez az egyik kérdés. Hadd válaszoljak rögtön, jó? Tehát, amit mondtam, azt jelenti, hogy semmilyen meglepetés nem várható. Jó. A másik kérdés meg nem egészen egy évvel ezelőtt Matolcsi György és Varga Mihály-jal együtt ült egy konferencián, és ott azt mondta, hogy az az elvárás, hogy Magyarországon ugye egy fejlődő gazdaságnál a 4%-os gazdasági növekedést azt tudni kell hozni. Említette, hogy nagyon kiugróan jó adatok voltak 2018-ban, ugyanakkor a jegybank előrejelzése szerint 2009-ben 3,5%-os lesz a növekedés, 19-20-ban meg már csak 3%-os növekedés lesz. Ön szerint ez személyi, ennek felelősség, és mennyire egy ilyen gazdasági modellbeni kérdés és válság, ugye adott egy munkaerőpiaci válság esetben demográfiai hanyatlás, részben elvándorlás, és részben ugye a kormánynak is adott egy bevándorlás ellenes gazdaságpolitikája,
ami részben gondolom ahhoz vezetett, hogy a túlóra törvényt elfogadják decemberben. Tehát kérdés az, hogy ez személye? Széttárni a karunkat, és azt mondani, hogy egy olyan ország, amely a GDP-ben nagyjából azonos arányú, vagy ahhoz közelítő export teljesítményre képes, tehát egy rendkívül nyitott gazdaság, az a nemzetközi gazdaság hullámveréseinek az átlagosnál jobban is ki van téve. Ez ugyan igaz, de én erre sosem szeretnék hivatkozni, és ezzel nem akarok takarózni. Mert a magyar gazdaságpolitikának az a sors jutott, hogy akármennyire is exportorientáltak, nyitottak is vagyunk, mégis a 4%-os gazdasági növekedést egy kedvezőtlen gazdasági klíma mellett is meg kell célozni. A jegybank előrejelzései egyébként csak kicsit maradnak el a kormány előrejelzéseitől, amit úgy fogalmaznék meg az ön számára, hogy a kormánynak az az álláspontja, hogyha nem hozunk az előttünk álló 2-3 hónapban, tehát az első negyed évben gazdasági növekedés segítő lépéseket, akkor a gazdasági növekedés 3,9%, tehát 4% alatti lesz az idei évben. Ez a pénzügyminiszter álláspontja. Ez néhány tizeddel tér csak el a jegybank álláspontjától. Ebből azt következik, hogy kell hoznunk ilyen döntéseket. Én össze is hívtam január második felére azt a gazdasági tanácsot, ahol ezeknek a kérdéseknek a megvitatása szerepel majd napirenden, és mindent meg fogunk tenni, nyitottság ide, nemzetközi gazdaság oda, mindent meg fogunk tenni, hogy legyen 4%-os, legalább 4%-os gazdasági növekedésünk, mert mi hiszünk abban, hogy az akaratnak is van szerepe, nem csak a körülményeknek. A második dolog, hogy hogyan kell tekinteni, ha jól értem, ön erre utalt a munkaerő kínálat kérdésére. Amit úgy fogadott meg, hogy munkaerő hiány van Magyarországon. Én ezt másképp látom. Tehát az én megközelítésem egészen más. Nekünk abból kell kiindulni, hogy 2010-ben Magyarországon dolgozott 3 millió 700 ezer ember. Ma dolgozik 4,5 millió ember. Ha minden jól megy, és tudjuk tartani a terveinket, akkor azzal kell számolni, hogy hosszabb távon is, tehát nem csak jövőre, hanem hosszabb távon is, Magyarországon, mert ekkorák vagyunk, amekkorák, 4,5 millió és 5 millió között lesz a munkát vállalni képes és akaró emberek száma. Ez egyébként megközelíti a teljes foglalkoztatottságot, sőt, talán majd el is éri. Zárójelet nyitok, itt szeretnék megverni a cseheket, de eddig nem tudtuk, mert a legalacsonyabb munkanélküliség Csehországban van, mi a harmadik helyen vagyunk, de az a célunk, hogy Csehország elé lépjünk, ami nem lesz egyszerű, mert Csehországnak az a szerencséje van, hogy egy zseni áll a kormány élén, Európa legjobb gazdaságpolitikusa, és vele fölvenni a versenyt, az nem lesz egyszerű a magyar pénzügyminiszternek, de hát majd meglátjuk. A cél minden esetre az, hogy Európa legmagasabb foglalkoztatottságú gazdasága legyen Magyarország. Tehát ebből én arra következtetek, hogy nem érdemes olyan gazdaságpolitikát csinálni, amely olyan fejlődéssel számol, amely 4,5-5 millió embernél több ember munkáját igényelni, mert nem vagyunk többen. Tehát nekünk egy olyan növekedést kell előállítani, amely 4,5-5 millió emberrel működtethető gazdaságból fakad. Erre van lehetőség, létezik ilyen gazdaságpolitika, ennek az ösvényeit keressük, talán már tettünk is néhány lépést egy ilyen ösvényen, ha megvizsgálja például a 2018-as beruházásokat Magyarországon, ahol megváltoztattuk a beruházás ösztönzőket, nem csak az új munkahelyek esetén adunk támogatást, hanem technológiai szint megőrzés vagy emelés esetében is, akkor már azt fogja látni, hogy például a 18-as évben létrehozott új beruházásoknál létrejött új munkahelyek esetében a fizetések olyan 425 ezer forintnál vannak, és ez 40%-kal magasabb, mint a 2017-es beruházásoknál megfigyelt bérek, ami valószínűsíti, hogy itt magasabb technológiai és műszaki tartalmú beruházások történtek az elmúlt évben. Tehát én azt hiszem, hogy jó irányban állunk, csak azt a illúziót kell feladnunk, hogy a mi növekedésünk kizárólag újabb és újabb emberek munkába állásától remélhető. Ez azért illúzió, mert elfogytunk. 4,5-5 milliónyian vagyunk. És mintha nem akarunk bevándorlást Magyarországon, és nem akarunk tömegesen vendégmunkásokat Magyarországon, ezért nekünk ezzel a méretű gazdasággal kell egy Európa élvonalához tartozó életminőséget biztosítanunk a magyar emberek számára. Most a következő kérdés, ha jól értem az ön fölvetését, az az, hogy a gazdaság szempontjából ez negatíve. Mármint, hogy nincs elegendő munkaerő. Szerintem pozitív.
Tehát én azt gondolom, hogy így állt elő az a helyzet, hogyha ma valaki munkást akar, jó minőségű dolgozót akar alkalmazni, akkor lasszóval kell fognia. Ez azt jelenti, hogy az alkú urai többé nem a vállalkozók, hanem a dolgozók. Ilyenkor egyetlen dolgot lehet csinálni, több fizetést kell adni a munkásoknak, és magasabb minőségű képzésben kell őket részesíteni. Ez a helyzet tehát, amely kikényszeríti a magasabb fizetést és a magasabb képzettséget, szerintem nem rossz dolog, hanem inkább jó dolog. És még egyszer mondom, ennek a kereteit pedig ez a 4,5-5 millió dolgozó munkavállaló adja ki. Úgyhogy összességében ezt az egész helyzetet a munkavállalók, és ők vannak azért Magyarországon elsöprő többségben, szempontjából inkább kívánatos jó helyzetnek, semmint válság jelenségnek látom. Tett egy megjegyzést még a külföldön dolgozókra. Ez is egy örökzöld vita a magyar politikában. Ugye a legutolsó adatok szerint azt látjuk, hogy 6% a munkavállalóknak dolgozik külföldön, Magyarország esetében. Ez a legalacsonyabb szám a régióban. Sőt, az osztrák számokat tanulmányozva azt kell mondjam, hogy annál is alacsonyabb. Ausztriából a munkaképes emberek 6,6%-a dolgozik külföldön. Tehát összességében a beilleszkedésünkkel, az európai gazdaságba való beilleszkedésünkkel bekövetkezett munkaerővesztés mértéke is regionális összevetésben vállalható. Persze abban reménykedünk, hogy mindenki másnál jobbak leszünk, magasabb béreket tudunk majd kínálni, és ezért megéri majd azoknak is a saját jövőjüket Magyarországon tervezni, akik ma még külföldön vállalnak munkát. A külföldön vállalók egyébként sokat segítenek Magyarországnak, mert pénzt is küldenek haza. Egyfelől részben pedig egy olyan kockázatos vállalkozásba kezdenek, mert külföldön dolgozni egy magyar nyelvvel rendelkező ember számára az kétszer olyan nehéz, mint egy átlagos nyugat-európai embernek. Szerintem óriási bátorságot mutatnak, és elismerést érdemelnek, hogy hajlandóak egy idegen nyelvi közegben megpróbálni, sejtálnak. Megpróbálni helytállni, sikerrel is járnak. Talán még ez a kérdéshez kapcsolódik a munkatörvénykönyve, mert erre is tett egy megjegyzést. Szeretném világosá tenni, hogy a munkatörvénykönyv módosítása semmilyen összefüggésben nincs a munkaerő hiánnyal. A munkatörvénykönyv módosítása azért szükséges, mert ma nagyon sok ember és elsősorban kis- és középvállalkozó szenved attól, hogy stikliket kell alkalmazni, a kiskapukat kell keresnie, hogyha túlórában foglalkoztatni akarja az embereket. Ez egy általános panasz a magyar kis- és középvállalkozók világában. Ez az intézkedés, amely a szabadságot adja meg a munkavállalóknak, ezen próbál segíteni. Reményem szerint segíteni is fog. Itt kell azt is elmondanom, hogy a munkatörvénykönyve az az egyik legérzékenyebb politikai kérdés mindenhol a világon, így Magyarországon is. Én jól emlékszem, talán 12-ben alkottunk meg egy új munkatörvénykönyvét, akkor is micsoda tiltakozások voltak. Akkor is azt mondták, hogy az új munkatörvénykönyv tönkre fogja tenni a munkavállalókat, lehetetlenné teszi, hogy nőjön a munkahelyek száma, ehhez képest ma 800 ezerrel többen dolgoznak, és jóval többet keresnek. Tehát nekem az a tapasztalatom, a saját kormányzati működésünkből, hogy a munkatörvénykönyv módosítása eddig jól szolgálta a magyar emberek érdekét, ezért abból indulok ki, hogy a mostani módosítás is ezzel az eredménnyel jár majd. Esti srácok! Milyen parancsszóra ugrást lát abban, hogy a közelmúltban Belgrádban, Bécsben, Varsóban, Rómában és Budapesten is egyszerre robbantak ki kormányellenes tüntetések, és érdekes, hogy mind az öt országban jobboldali bevándorlás ellenes pártok vannak hatalmon. Ha megengedi, mielőtt a tényről beszélnék, a tónusról mondanék néhány szót, tehát a saját jogról. A magyar jobboldalnak a tónusáról szabad így fogalmazom. Mindig meglepődöm, amikor meglepett írásokat olvasok arról, hogy az kísérletet, ami éppen tegnap történt, és összefogva európai léptékben mi együtt erősebbek legyünk, mint a bevándorláspárti és migrációs párti erők. Hát mi is összefogunk. Hát persze, hogy az ellenfél is összefog, és összehangoltan tüntet ellenünk. Tehát ez ténykérdés szerintem, csak nem kell rajta meglepődni, és nem szabad kifogásolni. Persze. A Soros György által támogatott
európai választásra készülő bevándorlás párti erők, azok mindenhol tüntetnek. Rómában, Bécsben, Budapesten, és mindenhol, s fognak is, és ellenünk fognak tüntetni. Na de ennek a sportágnak ez a természete. Amit én nem kifogások, egész egyszerűen csak a tényt állapítom meg, hogy itt most az európai választások kapcsán nemzetközi méretekben mérik össze az erejüket a bevándorlás ellenes és bevándorláspárti erők. Szép dolog, hogyha Fidesz lesz a legerősebb párt százalékban számolva az európai parlamentben, de ez keveset ér, hogyha ott a migráció ellenes erők továbbra is kisebbségben lesznek. Tehát itt most nekünk európai léptékű, ha úgy tetszik, nemzetközi sikerre van szükségünk. Miniszterelnök úr 2017-ben úgy fogalmazott, hogy az autonómiát támogatom, pont jobb hiány, pont. Na most itt az elmúlt időszakban Magyarország nemzetközi súlya és megítélése egyre komolyabb és egyre jelentősebb, ráadásul a környező országokban politikai instabilitás is felütötte a fejét, és egyre forróbb a talaj az ottani vezetők lába alatt. Ezek a tények változtatnak-e az ön kijelentésén bármit, és milyen Kárpát-medencei nemzeti politikára ad lehetőséget a következő időszakban? Nagy a kísértés, hogy történeti vagy történetfilozófiai fejtegetésekbe bocsátkozna az ember, de akkor az ebédet is itt fogják önöknek felszolgálni. Úgyhogy ezt elkerülöm, de mégis egy megjegyzést hadd tegyek. Tehát ha visszanézünk az elmúlt 101 néhány évre, akkor nem túlzás az a megállapítás, hogy ez a 100 év magyar magány korszaka volt. A szomszédaink Magyarországban fenyegetést láttak. A szomszédaink Magyarországban veszélyt láttak. A szomszédaink azon dolgoztak, hogy Magyarországot hogyan tudják elszigetelni. És az én állításom az, hogy nagy erőfeszítések árán, nagyon sok energiát kölcsönösen a szomszédok és mi kölcsönösen befektetve, ma eljutottunk oda, hogy Közép-Európában nem az egymástól való tartás, félelem, veszélyérzet, hanem az együttműködés szelleme a meghatározó. Szerintem, ha van Szent Istváni politikai örökség, akkor az ez. A közép-európai népek, különösen a Kárpát-medenci népek együttműködésének a kultúrája. Ez Szent István öröksége. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy amikor 100 év magány véget ér, és Magyarország együtt tud működni a szomszédaival, akkor egyúttal nem csak egy helyes nemzetközi régiót stabilizáló politikát folytat, hanem a legjobb magyar politikai hagyományait is folytatja. Úgyhogy Magyarország készen áll az együttműködés, és az a mondat, amit használok, hogy mindenki jól jár, aki a magyarokkal együttműködik, az egy őszinte mondat. Meggyőződésem, hogy aki velünk együttműködik a szomszédaink közül, mind megtalálja a számítását a velünk való együttműködésbe, nem tartania kell tőlünk, hanem inkább közös nagy célokra tud velünk együtt vállalkozni. Ennek konkrét beruházások is bizonyítékát adják, de nem csak beruházásokról, hanem mondjuk közös európai érdekképviseletről is beszélek. Hát az, hogy a szlovákokkal közösen lépünk fel az Európai Unión belül a saját érdekeinket, ez egy történelmi teljesítmény. Szerintem nem vagyunk messze attól, hogy ezt a románokkal is közösen meg tudjuk tenni. Az, hogy a szerbek Európai Uniós tagságának a bajnokai, támogatói bajnokai mi vagyunk, az jól mutatja, hogy milyen jó állapotban van a szerb-magyar együttműködés. És sorolhatnám még a példákat. Horvátország Európai Uniós tagságában Magyarország egy fontos szerepet játszott. Nem akarok kérkedni, csak a tényt állapítom meg. Tehát én azt hiszem, hogy Magyarország ma egy olyan regionális külpolitikát folytat, amely stabilizálja Európát, stabilizálja Közép-Európát, folytatja a legjobb magyar hagyományokat, és az itt élő embereknek a jólétéhez vezet majd el, hiszen együtt nyilvánvalóan magasabb életszínvonalat tudunk, és biztosabb életet tudunk adni a polgárainknak, mintha egymás ellen fordulnánk. Úgyhogy én az összességében ezt az egész helyzetet kifejezetten biztatónak látom. Köszönöm szépen. AFP, Peter? Prime Minister, Peter Murphy, AFP. Említette a közvéleménykutatást, 52%-a a magyaroknak azt gondolja, hogy a legfontosabb kérdés. Viszont több olyan közvéleménykutatás van, amelyek szerint ez egyáltalán nem annyira fontos a magyarok számára. Amikor megbeszéltem tüntetőkkel az utcákon, korrupcióról beszéltek, a közmédiának az egyoldalúsága, a kórházakban a helyzet sokkal inkább. Mégis, hogyha a kormányzati kommunikációt halljuk, ön is a kormánypárti médiában Sorost vádolja, migrációról, bevándorlásról beszél. Nincs itt egy nagyon nagy szakadék között a kettő között? Úgy tűnik, a kérdésem az inkább arra vonatkozik, hogy
figyelmen kívül hagyja a magyaroknak a valódi aggályait? Azért állok itt, hogy ezt a vádat véletlenül sem mondhassa senki. So the reason why your reason not to neglect... Azért állok itt, hogy ezt a vádat senki nem mondhassa itt. Azért, hogy én pontosan az kérdésekre válaszoljak, hogyha ön az embereknek a véleményét képviseli, akkor önön keresztül a magyar közösségnek is válaszolok. De mégis, azt a történelmi tényt nem tehetjük zárójelbe, sőt felelősségnek, saját felelősségemnek érzem, hogy felszínen tartsam. Hogy a migráció lesz a következő 15-20 évben is a legnagyobb sorskérdése a kontinensnek és azon belül Magyarországnak. Tehát nekem az a meggyőződésem, hogy miután a demográfiai tendenciák nem változnak meg, az afrikai népesség nőni fog. Afrika népesség megtartó ereje nem nő olyan gyorsan, mint a népessége. Ázsia népesség megtartó ereje nem erősödik olyan gyorsan, mint a népesség. Ezért nekünk, európaiaknak arra kell berendezkednünk, hogy a következő 10-20 évben folyamatos külső migrációs nyomás mellett fogjuk leélni az életünket. Ez egy állandó, szerintem nem csak állandó, hanem uralkodóan állandó témája is lesz az európai politikának a következő időszakban. Ezért én azt gondolom, hogy helyes, hogyha a mindenkori magyar kormány ezt a kérdést nem engedi leesni az asztalról. Folyamatosan emlékezteti saját magát, a parlamenti képviselőket, meg az embereket is, hogy ez az a történelmi dimenzió, amiben értelmezni kell azt, amit teszünk. Minden jó, szerintem, ami a migráció megállítását szolgálja, és minden rossz, ami magunkra húzná a migrációt. Ez az álláspontunk. Ezért szerintem ebben nem negligencia, hanem felelősség fejeződik ki. 444. Köszönöm szépen, Herceg Márk 444. Én csak ilyen rövid kérdéseket tennék fel, nem akarok interjút csinálni, vagy ilyesmi, csak olyan ritkán van lehetőség, hogy villámválaszokat is elfogadom. Minden kormányinfón itt vannak, úgyhogy mindig feltehetik a kérdéseket. Köszönöm szépen. Az első kérdésem az lenne, hogy mostanra milliárdos lett az ön veje, Tiborcz István, az édesapja Orbán Győző, a szomszédja Mészáros Lőrinc, a volt kollégiumi szobatársa Simicska Lajos, és a kötélbarátja Garancsi István is. Ebben önnek volt szerepe, vagy ez a véletlenek összjátéka? Sokatszor találkozom azzal a helyzettel, hogy önök rendszeresen üzleti kérdésekben akarnak tőlem véleményt kérni. Eddig sem jártak sikerrel, ezután sem fognak. Mert az a meggyőződésem, hogy a mindenkori magyar miniszterelnöknek és a kormánynak nem szabad foglalkozni a üzleti kérdésekkel. Ha üzleti információkra kíváncsi, akkor forduljanak a kamarához, a tőzsdéhez, meg ahova a cégbírósághoz. A magyar politikának fontos kiinduló pontja, hogy a politika és az üzlet egymástól el legyen választva. Politikusok a politikával foglalkoznak, üzletemberek meg az üzlettel. És én garantálhatom önnek, hogy ha valamely üzletember mégis politikával akarna foglalkozni, akkor erre nem lesz sok esélye. A másik kérdésem az, hogy miért jó a magyar nyilvánosságnak és a magyar állampolgároknak az, hogy az ön miniszterelnöki döntése értelmében a médiahatóság és a gazdasági versenyhivatal nem vizsgálhatta azt, hogy egy jobboldali média alapítvány alá kerül 476 kiadvány. 23 olyan döntést hoztunk az elmúlt időszakban, amely nemzeti és közérdek szempontra hivatkozva szükségtelenek minősítette az ilyen vizsgálatokat. Ebből az egyik volt ez, a másik 20-valahányat sosem kifogásolta senki, tehát én inkább azt mondanám, hogy az a meglepetés, hogy ez a döntése a kormánynak szokatlannak tűnik az ön számára, vagy a nyilvánosság számára. Ugyanakkor, ahonnan én nézem ezt az egész ügyet, az egy kicsit talán más kiinduló pont, mert az, hogy valamit összeadnak vagy nem, az arányokon nem változtat. Én minden nap úgy élem az életemet, nekem az a képzetem van a magyar realitásról, hogy Magyarországon ma baloldali, liberális és kormányellenes média többség van. Ezt egy ténykérdésnek tekintem. Tehát indulat nélkül mondom, nincs bennem harag, nem rázom az öklömet, egész egyszerűen, mint hogy reggel fölkel a nap, én is fölkelek, és azt látom, hogy mai napon is ellenszélben fogok dolgozni. Az a helyzet, hogy a legnagyobb televízió, a legnagyobb hetilap, a legnagyobb internetes platform, talán még a legnagyobb országos politikai napilap is, az mind egyértelműen kormánykritikus, baloldali és liberális. Most, hogy az azzal szemben álló irányzatot képviselő újságok, médiák egyben vannak vagy külön, az az arányt nem változtatja meg az én szempontomból, tehát lényegtelen. Én továbbra is, ezután a médiapiaci fejlemény után is, abban a helyzetben kell, hogy végezzem a munkámat, ellenszélben vagyok.
úgy érti, hogy kiadványok számát tekintve, vagy pedig az eléréseket tekintve? Minden szempontból. Még egyszer mondom, ha én reggel elkezdek dolgozni, megnézem a napi sajtót, a sajtószemléket, nemzetközit, hazait, meg az internetes platformokat, én ott azt látom, hogy többen vannak ellenem. Önök közül, mint velem. Szerintem ez nem változott. És szerintem jó, hogyha mindenkori kereszténydemokrata jobboldali magyar miniszterelnök arra készül, hogy ez még hosszabb ideig így is lesz. A választási eredmények azt mutatják, hogy ilyen körülmények között is lehet sikert elérni. Ezért én nem átkozódom, csak egyszerűen rögzítem ezt az unfair, szerintem a én nézőpontomból unfair, de elkerülhetetlen körülményt, és teszem a dolgomat. Mi a véleménye arról, ahogy Varjú László országgyűlési képviselővel szemben felléptek a köztévé székházában? Szabad egy jogászként válaszolnom erre. Persze. A magyar törvények egyértelműen fogalmaznak. A magyar parlamenti képviselők sem állhatnak a törvény fölött. Ez azt jelenti, hogy a magyar parlamenti képviselőknek joguk van bármilyen közintézménybe tájékozódás céljából bemenni, de nincsen joguk, a törvény tiltja bármilyen közintézmény működésének a megzavarását. És különösen nincsen joga semmilyen magyar parlamenti képviselőnek arra, hogy bármely közintézménynek a működtetését vagy irányítását átvegye. Tehát például ő döntse, hogy mit olvasnak be, vagy mit nem. Tehát ezek a jogi tények. Meggyőződésem tehát az, hogy a magyar parlamenti képviselők, akik ezeket a jogszabályokat nem tartják tiszteletben, azok átlépik a politikai kifejezés szabadságát jelentő jogi korlátokat. Még egy utolsó. A Financial Times következik. Valéri. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Készen áll arra, hogy új szövetségeket kössön Lech Kaczynskivel, Matteo Salvinivel, hogy egy új európai tavasz jön létre, és ez mit jelentene egyébként konkrét szakpolitikai szempontból? Mi volt a második kérdés? Mit jelentene ez konkrét szakpolitikai fejlemények szempontjából? Egy nagyon jó választ megírtam előre az ön kérdésére. Először is engedje meg, hogy mindenkit emlékeztessek arra, hogy Salvinit múlt szeptemberben saját hősömnek neveztem, és még mindig ragaszkodok ezzel az álláspontomhoz. Magyarország azzal büszkélkedhet, hogy először adott bizonyítékot arra, hogy a migrációt szárazföldön meg lehet állítani. És hosszú időn keresztül egyetlen tengeri ország sem vállalkozott hasonló tetre. És az, hogy Salvini úr megjelent a kormánypolitikában, és ő az első európai politikus, aki azt mondta, hogy tengeren is meg lehet állítani a migrációt, ez tette őt hősi az én szememben. És amit azóta csinál, indokolta is számomra azt, hogy akkor így fogalmaztam. Úgyhogy sok sikert kívánok neki. A lengyel olasz, illetve Varsó-Róma tengely. Ez a legnagyszerűbb fejlemények egyike, amivel az év egyáltalán elkezdődhetett. Úgyhogy én nagy reményeket fűzök ehhez. Én azt gondolom, hogy ez egy pozitív fejlemény. A mi számunkra csak annyit jelent, hogy mert mi az Európai Néppárthoz tartozunk, hogy az Európai Néppárttól jobbra kormányképes bevándorlás ellenes erők az együttműködés különböző formáit keresik. És ez jó hír nekünk, az Európai Néppártnak is, mert megmondom őszintén, én is torkig vagyok már azzal, hogy az Európai Néppárt, amikor szövetségeseket keres, akkor kizárólag bevándorlás párti irányba keresi ezeket a szövetségeseket, hol a liberálisok, hol a szocialisták személyében. Kívánom Európának, hogy legyen olyan az Európai Néppártól jobbra álló Róma, Varsó, tengely, vagy nevezzük akárhogyan, politikai erő, amely kormányképes, felelősségteljes és bevándorlás ellenes, és hajlandó együttműködni az Európai Néppárt bevándorlás ellenes erőivel. Ezért mondom, hogy nagyszerű fejlemény az, ami történt. Emfor. Köszönöm, Baka Zoltán vagyok, az Emfor és a Privátbankár képviseletében. Erről arra volna kíváncsi, hogy mit gondol a korrupció magyarországi szintjéről. Ezt kritikusnak tekinti-e, vagy elfogadhatónak, és a kormánynak van-e konkrét intézkedési terve ezzel kapcsolatban? Ezt, hogy tisztázunk egy-két kiinduló pontot, ha megengedi. Szerintem a korrupciónak nincs elfogadható szintje.
Ezért helyes, ha csak egy politikát, az zéró tolerancia politikát követi a mindenkori kormány. Az én megközelítésem nem relativizálva az előbb mondottakat az, hogy azért érdemes elgondolkodni mégis az életnek azon a természetes tényein, hogy mi volt 2010 előtt, meg mi van most. Mert ugye 2010 előtt nőtt a költségvetési hiány, nőtt az adósság, csökkent a közvagyon, nem volt gazdasági növekedés. Szerintem részben azért, mert a pénz egy nagy részét ellopták. És 2010 után mit látunk? Csökken a költségvetés hiánya, csökken az államadósság, nő a közvagyon, van gazdasági növekedés, nőnek a bérek. Kizártnak tartom, hogy ilyen gazdasági eredmények és körülmények közepette jelentős méretű korrupció tudna működni Magyarországon. Vagy egyik, vagy másik. A korrupt országok szegények. Magyarország sem gazdag ország még, de Magyarország minden évben jobban teljesít. Ez önmagában cáfolja szerintem azt az állítást, hogy Magyarországon mondjuk az európai átlagot meghaladó korrupció lenne. De még egyszer megismétlem, ez nem mentség semmire. Korrupcióval szemben egyetlen politika lehetséges, és ez pedig az zéró tolerancia politikája. Vagyis nem látja szükségét annak, hogy a kormány intézkedjen e tekintetben? De hogy folyamatosan kell intézkednünk ebben az ügyben. Mondok egy példát csak, itt van a korrupcióval összeköthető azon probléma, hogy például a közbeszerzések esetében mi az aránya az egyszereplős ajánlattételi tárgyalásoknak. És itt Magyarországon egy magas számról indultunk 2010-11-ben, ha jól emlékszem, talán ez 30% is volt. És ez az a jó, ha ez a szám minél kisebb. Most szerintem való 15%-nál vagyunk. De ha nem hozunk újabb és újabb intézkedéseket, akkor nem fog csökkenni ez a szám. Tehát Magyarországon folyamatosan kell hozni korrupciós intézkedéseket. A nagy és kis korrupció ellen is, mondok egy másik példát, bár ritkán értik bele a korrupcióba, de én mégis az adócsalást csak ide sorolnám. Ha megnézzük azokat az adó újításokat, amelyiket bevezettünk, azok egyértelműen még a velünk nem túl barátságos uniós intézmények szerint is jelentősen fehérítették a magyar gazdaságot. Vagy én ide sorolom a politika és a gazdaság kapcsolatában például azt a nagyon szilárd pozíciómat, hogy a politikusok a politikával foglalkozzanak, az üzletemberek meg az üzlettel foglalkozzanak. Ennek két föltétele van. Szerintem ezek nem állnak rosszul Magyarországon, de erősíteni azért lehet őket. Az első dolog, hogy a politikának nincs szüksége pénzre. Magyarországon a pártok működésének költségvetési támogatását és a pártok választási kampányának a támogatását a magyar adófizetők a költségvetésen keresztül kifizetik. Tehát én a tényeket 30 évre viszonylag jól ismerve mondhatom önnek azt, hogy Magyarországon nem szükséges egyetlen pártnak sem az üzleti világból pótlagos forrást bevonnia ahhoz, hogy meg tudjon nyerni egy parlamenti választást. Akár ellenzékből is, mint ahogy ezt több esetben én magam is, vagy a mi pártunk is bemutatta. Természetesen nem árt, ha adományokat gyűjtünk, de nincs szükség, tehát nincs beépítve a politika működésébe olyasmi, mint ami számos országban, hogy az üzletélet adományaitól függ, hogy egyébként milyen erőviszonyok alakulnak ki a politika életben. Magyarországon ez el van választva, ezt mi hoztuk be ezeket a szabályokat, ezek jó szabályok szerintem. Hasonlóképpen arra is emlékeztek mindenkit, hogy Magyarországon van egész Európában a legszigorúbb képviselői vagyonbevallási törvény. Például az én vagyonbevallásaim 30 év óta minden évben nyilvánosak, és viszonylag is elérhetők. Megkockáztatom, hogy alig van Európában olyan politikus, amely kibírná, képes lenne arra az életre, hogy 30 éven keresztül, minden évben, olyan részletességgel, mint hogy ez Magyarországon van, ki kellene teríteni a magánéletének, üzleti, gazdasági életének alapjait. Egyetlen más országban sincsenek olyan szigorú szabályok, mint Magyarországon. Én csak azt akarom mondani, ezek a szabályok nem maguktól jöttek létre, ezeket is csinálni kellett. Tehát én azt akarom ezzel mondani, hogy a korrupció, meg általában a politika, meg a gazdaság összefüggése és a közpénzek ügye az folyamatosan indokolja, hogy a kormány egyetlen pillanatra se álljon meg ebben a munkában, és ne mondja azt, hogy most már tulajdonképpen elfogadhatóak az állapotok. Az állapotok nem rosszabbak, mint Európában általában, sőt, de ez nem ok arra, hogy ne folytassuk ezt a politikát. Abban lehetne köztünk vita, hogy milyen forrásokból gazdálkodnak a pártok, de áttérnék egy másik témára, béremelkedés, bértárgyalás. Ugye évvégén megállapodtak a munkaadók a munkavállalókkal és a kormánnyal a 8%-os minimálbéremelésben. Ezt az ütemetően elfogadhatónak tartja-e abban a tekintetben, hogy 10-12 éven belül szeretnénk az osztrák bérszínvonalat talán 80%-ára felzárkózni? Kétfajta módon lehet bért emelni. Az egyik, hogy a kormány azt mondja,
hogy legyen. És akkor lőn világosság. Tehát mond egy számot. És mindannyian egyre magasabb béreket szeretnénk látni, tehát mondunk egy egyre magasabb számot. Ez az egyik lehetőség. Ez szerintem egy rossz gazdaságpolitika, mert ez nem kalkulál a gazdaság tényleges teherbíró és teljesítő képességével. Ezért ezt az utat mi nem járjuk. A másik út az az, hogy bevonjuk, sőt, rátestáljuk a vállalkozókra és a munkavállalókra annak felelősségét, hogy a bérek mértékéről megállapodjanak. Ezen az úton járunk mi. Most is lett volna lehetőség arra, mert a jogszabályok lehetővé tették, hogy miután hosszú időn keresztül nem állapodott meg a munkavállalói világ a munkaadókkal, a kormány mondja meg a minimálbérnek a mértékét, ami egyébként fölfele tolja utána a többi bért is. Ezt én nem akartam. Kifejezetten, ha szabad így fogalmazom, eltiltottam tőle a pénzügyminisztert, és azt mondtam, hogy ki kell várnunk egész addig, amíg az érintett felek meg nem állapodnak, mert a béremelésnek hatás van utána a vállalkozások életére. Azzal a béremeléssel nem megyünk sokra, aminek a következtében utána, miután a bér nem kigazdálkodható, be kell zárni a vállalkozásokat. Ezért fontos, hogy itt megállapodás legyen a munkaadók és a munkavállalók között. Ezen az úton értünk el sikeresek. 6 évre szóló megállapodást kötöttek 2 évvel ezelőtt. Én ezt a megközelítésmódot, filozófiát és politikát szeretném egész addig, amíg lehetséges ezt követni. Ez mind világos, de ez üten elegendő arra, hogy fölzárkózzunk az osztrák bérszínvonalhoz, amit önök tűztek ki célul? Hát így, vagy az amerikaihoz, vagy ki. Szóval mondjam, nem az a jó megközelítés, hogy kiválasztunk egy országot, és azt mondjuk, hogy oda akarunk eljutni. Nem én választottam ezt, ki, megteheti, a kormány és egy bank választottak ki. Ezt megtehetik szerintem a vállalkozók, meg a szakszervezetek. De a kormány ne tegye meg. Tehát én azt gondolom, hogy a vállalkozók és a szakszervezetek, tehát a munkaadók és a munkaadók tűzhetnek ki bércélokat. De ezt ők tűzzék ki, és ne a kormány. Ha a kormány tűzi ki, annak magas kockázata van. Utolsó gyors kérdésem, uniós vállalásunk az euró bevezetése. Van ennek céldátuma, mi lett a leghamarabbi dátum? 2 okból nincsen céldátumunk. Az egyik, hogy nem látjuk világosan az euró jövőjét. A másik, hogy bár vállaltuk a belépést az eurózónába, de akkor még nem az eurózóna volt, mint ami a mostani. Az ott egy csomó új szabály született, új intézmények jöttek létre. Tehát senki sem tudja, hogy az eurózóna hova fog fejlődni a következő időszakban. Úgyhogy én itt a kivárás és az óvatos duhaj politikáját követem szívem szerint. Azt láttunk el, hogy ma 3 Európa létezik egyszerre. Amikor kétsebességes Európáról beszélnek, mint nem kívánatos dologról, mindig mosolygok, hiszen most is 3 van. Hát van az eurózóna Európája, van a Schengeni övezet Európája, meg van az Európai Unió teljes tagsága. Ez 3 különböző térség. Lehetségesnek tartom, hogy Európa a jövőben ilyen 3-as tagozódásban folytassa az életét. Nem tartom szükségesnek, hogy mindenki belépjen az eurózónába. Hogy Magyarországnak ez nemzeti érdeke lesz a jövőben valamikor, vagy nem, ezt folyamatosan vizsgálnunk és értékelnünk kell. És hogyha érdekünk, akkor hozhatunk ilyen döntést. Euronews. Csákány Robert, Euronews. Köszönöm szépen. Itt is hallhattuk ön alatta, hogy a bevándorlás mentén gondolja, hogy elválik egymástól Európa politikai térképe, ha úgy tetszik. Ahogy a Sargentini jelentés után is azt mondták, hogy akik támogatták Judit Sargentini jelentését, ők a bevándorlás párti politikusok. Mégis a Fidesz az Európai Néppártban Manfred Weber jelölését támogatja a spitzenkandidát szerepére, aki támogatta a Sargentini jelentést, tehát ezek szerint bevándorláspárti. Így nehéz lesz átvenni a szerepet, a vezetést az Európai Uniós intézményekben. Miért támogatták mégis? Megjegyzésre válaszolnék a konkrét személyi kérdés, és utána tennék egy általános megjegyzést. Hát van úgy, hogy az ember barátját bepalizzák. Ez történt az én barátommal is. Fölmentem, készülve az önökkel tartandó találkozóra. ...tási tevékenységet. Én jogász végzettség ember vagyok, úgy szokták mondani, hogy a beismerés az az eljárás királynője. Ma a törvények azt írják elő, hogyha valaki külföldi diplomát akar kibocsátani Magyarországon, akkor egy másik országban is kell
oktatási tevékenységet folytatni. Ennek az ellenkezőjét olvasom a mindenki számára elérhető honlapon. Ebből pedig egyetlen dolog következik, hogy az én barátomat, Manfred Weber urat bepaliszták. Tehát az ő szavazata, amit a Soros Egyetem miatt adott le Magyarország ellen, szerintem indokolatlan volt. Most visszatérve a bevándorlás kérdésére. Az, amiről én próbáltam itt beszélni az elején, az eddig elmondottaknál is sokkal mélyebb változásokat hozott már most Európa jövőjét illetően. Nem tudom, önök szoktak-e, nyilván szoktak, ha nem is olyan gyakran, mint én, beszélgetni olyan országok vezetőivel, ahol már a migránsok és a bevándorlók aránya elérte, megközelítette, vagy meg is haladta a 10%-ot. Mert ha ilyen beszélgetésekben volt részük, akkor tapasztalhatták azt, hogy ők már nem arról a kérdésről beszélnek, hogy legyen-e migráció, vagy nem. Az ő kérdésük már nem ez. Ez a hajó elment. Az ő kérdésük az, hogy hogyan éljenek együtt. Ott már eldőlt, hogy ott egy kevert civilizáció lesz. Nagy tömegű iszlám és nagy tömegű keresztény civilizációból összevegyített új minőség jön létre. Nem akarom azt mondani, hogy ez biztos kudarcra van ítélve, mert nem menném magamnak a bátorságot, hogy ilyet mondjak. Az is lehet, hogy azoknak lesz igazuk, akik azt mondták, hogy ebből az összevegyítésből egy új minőség jön létre, ami egy magasabb rendű életformát jelent majd, mint a hagyományos keresztény társadalmak életformája. Ez a vita ma nem dönthető el, és én nem vitatom el, hogy akár így is lehet majd. De egy dolgot biztosan tudok mondani, hogy ma ők csak az együttélés kérdéséről tudnak beszélni, mert ott már bekövetkezett valami. Ezért a migráció és a bevándorlás kérdése a nyugat-európai országokban együttélési kérdés. Közép-Európában nem, mert mi nem akarunk együtt élni másokkal, a magunkkal akarunk maradni. Tehát itt a bevándorlásról szóló vita az arról szól, hogy hogyan akadályozzuk meg annak a helyzetnek a kialakulását, ami ma Nyugat-Európában látható, hogyan védjük meg a keresztény kultúrára épülő saját társadalmi berendezkedésünket. Mi tehát egy védekező alapállásból beszélünk. És ez jól láthatóan, mintha két különböző planétán lennék, egészen más kérdéseik vannak nekik, és más kérdéseink vannak nekünk. Ezért logikus egyébként, és innen érthető meg, hogy Magyarországon miért erősebb a bevándorlás ellenesség, mint olyan országban, ahol vannak bevándorlók. Azért, mert mi nem akarunk rálépni arra az ösvényre. Mi még meg tudjuk védeni magunkat egy olyan koncepció szerint, amiről nekünk megvan a saját demokratikus döntésünk. Ezt lehet vitatni, lehet minősíteni, ezt meg is szokták tenni, mindenfajta undok jelzőket szoktak ráaggatni erre a politikára, meg Magyarországra, de ettől még nekünk van egy demokratikus döntésünk, hogy így akarunk maradni. És ezért itt a bevándorlásra és a migrációval kapcsolatos ellenérzések sokkal magasabbak, hiába nincs hétköznapi tapasztalatunk az együttélés problémáiról, mint ott, ahol már együttélési kérdéssé vált. Tehát ezt a jelenséget én természetesnek tartom. És ez jól mutatja, hogy a migráció kérdése milyen messzire vitte egymástól Európa két részét. Nagy kérdés, az európai jövő legnagyobb kérdése, hogy tudunk egységesek maradni, hogy ennyire különböző jövőt választottunk magunknak. A kettőből a második kérdésem pedig a Brexit témakörére vonatkozik. Egyre inkább arra tartanak a folyamatok, hogy egy hard Brexit, egy no deal Brexit valósul meg. Vizsgálta ennek a Magyarországra vonatkozó hatásait a kormány? Mi ezzel kapcsolatban Magyarország teendője? Itthon hogyan fog ez hatni ránk? Illetve van-e teendője a kormánynak az Egyesült Királyságban élő magyarok vonatkozásában? Vizsgáltuk ennek a lehetséges hatásait. Számszerűsítettük is ezeket a hatásokat, azt állapítottuk meg, hogy egy megállapodás nélküli Brexit jelentős hatást nem gyakorol Magyarországra és a magyar gazdaságra. A britek miniszterelnök asszonyától pedig garanciát kaptunk arra nézve, hogy a kinnélő magyaroknak a helyzete nem fog rosszabbodni. Az Indexet kérem. Köszönöm, Fábián Tamás vagyok az Indexet. A miniszterelnök úr többször kijelentette, hogy 2030-ig tervez, és azt is mondta többször, hogy illiberális demokráciát szeretne Magyarországon kiépíteni. A kérdésem, hogy a 2030-as ön által elképzelt Magyarországig milyen illiberális fordulatokat kell még Magyarországon végrehajtani? Az is érdekes kérdés, hogy én mit szeretnék, de ez másodlagos ahhoz képest, hogy mit akarnak a magyar emberek. És én úgy látom, hogy a fontos kérdésekben a magyar emberek illiberális álláspontot foglalnak el. Mind a három fontos kérdésben ilyen álláspontot foglalnak el. Az első a bevándorlás. A liberális demokraták bevándorláspártiak. Mi nem vagyunk azok. A család kérdésében a liberálisok kifejezetten különböző egyformán családnak minősülő együttélési formák egyenrangúságában hisznek,
Mi, akik illiberálisak vagyunk, a mi alkotmányunkban az van beleírva, hogy a házasság egy férfi, egy nő. És hasonlóképpen, amikor arról beszélünk, hogy az országainkban különböző kultúrák egymás mellett egyenjogú módon léteznek-e, vagy van olyan kultúra, amely különböző okokból, legyen az bármi, külön állami védelem alatt áll, akkor liberálisok azt mondják, hogy természetesen ez nem lehetséges. Mi meg azt mondjuk, hogy dehogy nem, ilyennek lenni kell, ez benne is van az alkotmányban. A keresztény kultúra megvédése minden állami szervnek kötelessége. Tehát a három legfontosabb kérdésben, én úgy gondolom, hogy Magyarországon illiberális többség van. Most egy másik probléma, ami az idegen szavak magyarországi használatával kapcsolatos. De ezzel nem tudunk segíteni, mert egy magyar sajátosság, hogy a magyar nyelv, hogy amíg gondolkodunk és szavakat használjuk, az nem esik egybe azzal, hogy a Nyugat-Európában, és különösen nem esik egybe azzal, hogy az angol száz világban használják. Az angol száz világban a liberális egészen más jelent, mint Európában, és Európában más jelent, mint Magyarországon. Ez egy adottság. De ettől nem maradhatunk csöndbe. De most az intézmény rendszer tekintetében, tehát ő most politikai beállítódásról beszél, de arról, hogy mondjuk nem tudom, bíróságok, civil szféra, médiavilág, ezekben ön szerint szükség van-e illiberális fordulatokra még Magyarországon? Ezeket a kérdéseket az alkotmány, miután ezek nagy jelentőségű rendszer definiáló intézmények, ezeket az alkotmány szabályoz, azok köszönjük szépen, jól vannak. Ha már szóba hozta, nyáron ugye azt mondta, hogy egy másfél éves alkotmányrevízió következik, hogy áll ez a folyamat, és milyen területeket fog érinteni? Kezdetlegesen áll. Mi az oka ennek? Fél év alatt akkor nem haladtak sem hát erre. Lassan haladunk, igen. De mi az? Hát azért, mert számos olyan, ugye miután kétharmadot kaptunk a legutóbbi parlamenti választáson, számos olyan kérdés volt előttünk az ős során, amelyet korábban, akiknek az alkotmány revíziójával kéne foglalkozniuk, az ős során a kétharmaddal módosítható nem alkotmány szintű törvények szabályozásával foglalkoztak. Ezért, hát mondjam, nagy baj nincsen, csak néhány hónappal később fogunk végezni. Nem akarom rabolni a kollégák idejét, még egy kérdésem lenne, hogy a helyzet úgy áll ma Magyarországon, hogy az egyik politikai oldal folyamatosan sorosozik és sorosbérencezik, a másik oldal pedig O1G feliratokat rajzol a hóba, plakátokra festi. Ugye most mind a kettő oldal önhöz kapcsolódik. Ugye ön emelte Magyarországon a közbeszéd központjába a sorosozás, és az O1G is önhöz kapcsolódik. Ugye Simicska Lajos az ön volt pártársa, kollégiumi szabadtársal mondta ezt önre. Mit gondol abban, hogy a közbeszéd ilyen szintig szélsőségessé vált, és erre a szintre jutott, van önnek személyes felelőssége? Én a paternalista megközelítést nem szeretem. Magyarországon az emberek felnőttek, nagykorúak, mindenki felelősséggel tartozik a saját szavai. Vince Viktor Attila, 888. Nagyjából két évvel ezelőtt Soros György személyesen ön ellen, miniszterelnök úr ellen indított háborút a Politikóban, mint a nemzetállamok képviselője. Ellen ő pedig, mint a liberalizmus lovagja, utolsó képviselője lépett fel. Hol tart ez a globális és európai szintű, illetve európai összecsapás, és vett Magyarország ellen? Megengedi, akkor úgy értem, hogy az első kérdés a múltra vonatkozott. Mi történt? Ugye az történt, hogy amikor a migráció elviselhetetlen méretűvé vált, akkor a magyar kormány döntésének megfelelően én nyilvánosságra hoztam egy 5 pontos javaslatot, hogy hogyan oldjuk meg, hogyan kezeljük a migrációs válságot. Rá néhány napra Soros György meg nyilvánosságra hozott, kifejezetten megjelölve az én 5 pontomat, egy 6 pontból álló javaslatot, Soros tervet, amit megjelentetett a nemzet közi sajtóban, ahol azt mondta, hogy el kell vetni azt a megoldási javaslatot, amit Magyarország képvisel, és helyette egy másik megoldást kell választani, amit ő itt leír, és le is írt a 6 pontban, hogy mit kell csinálni. Ez egy bevándorláspárti manifesztó. És ettől a pillanattól kezdve a konfliktus folyamatosan éleződött, illetve a magyar belpolitikából átterülődött nemzetközi politikai szintére. Nekem annyi felelősségem van itt, hogy én nem voltam hajlandó folytatni azt a szerintem Magyarországot eleve vereségre ítélő harcmodort, meg a víz alatt rejtőzködik. Tehát az nem megy, hogy mi a víz fölött vagyunk, ő meg vízilabdázik a víz
vízben, és fölül mosolyog, alul meg rúgvág üt. Ez nem megy. Mert ezt a csatát csak elveszíthetjük. Csak azt a nehéz dolgot kellett meghoznunk, hogy tudtuk, hogy ennek ára lesz. Személyesen én is fogok ezért árat fizetni. Magyarországnak a megítélése is romlani fog. Tudtuk, hogy ez olyan vitákba visz bele bennünket, amik jobb lenne elkerülni, de a bevándorlásról szóló vitát nem tudjuk másképp megnyerni, gondolás ellenesek vagyunk. Tessék transzparenssé válni azoknak is, akik bevándorlás pártiak. És 60-valahány szervezet van Magyarországon, akit Soros György finanszíroz, és nagy részük folyamatosan valamilyen módon részt vesz a migráció körüli közhangulat alakításában, vagy magának a migráció folyamatának a jogi, szociológia alakításában. Ez így, tehát ez, ha harcolunk, akkor legyen a harc fair. És akkor Magyarország valóban, és én személy szerint megneveztem Soros Györgyöt, mint a migrációt rendkívül nagy erőforrásokkal, nagyon erős nemzetközi kapcsolatokkal befolyásoló, sok tekintetben irányító személyiséget. De ezt sose tagadta. Tehát nekem az a véleményem, hogy itt olyasmit kérünk időnként számon Magyarországon, amit maga az érintett sem kifogásol. Persze mindenki kifogásolhat stílust, én is szoktam velem szemben is stílusokat időnként kifogásolni. Nem mindig tetszik az ellenfeleink mondata, megértem, hogy Soros Györgynek sem tetszik minden mondat, amit mi mondunk, de az nem fogadható el, szerintem, hogy az egyik fél transzparens, nyílcsisakos, a másik fél pedig rejtőzködő. Ugye itt szokták mindig belekeverni az antiszemitizmus problémáját. Nekem nagyon világos álláspontom van ebben az ügyben, hogy a Soros György az a mi honfitársunk. Egy magyar ember. Sőt, magyar állampolgár. Nem értünk egymással egyet. Ilyen van. Ugyanakkor azok, akik úgy akarják megvédeni Soros Györgyöt, hogy állandóan a származásával hozakodnak elő, szerintem ártanak. Ártanak a magyar politikának, de Soros Györgynek is, mert szerintem a politikában vitatkozni kell. A vitát vállalni kell, és érvelni kell. És aki a származása mögé bújik a vita helyett, az gyáva. Úgyhogy nem javaslom, vagy úgy kártékonynak ítélem, hogy a Soros Györgyet védeni akaró, őt támogató magyar közéleti szereplők, ideértve az újságírókat is, állandóan az ő származására utalnak. Ez a mi számunkra indiferens. Soros György egy magyar állampolgár. Magyar honfitársunk, és van vele egy erős vitánk. Politikusként és miniszterelnökként mi az ön álláspontja azzal kapcsolatban, hogy az utóbbi időben Európában és Magyarországon is a balliberális oldalról nagyon megszaporodtak az erőszakra való felhívások, az utcai demonstrációk, a politikai közéletben való részvétellel kapcsolatban, és egyre több erőszakos cselekmény meg is történik? Aggasztónak látom. Pártszimpátiától függetlenül én riasztónak látom mondjuk, hogy Németországban megvernek egy politikust. Németországban. Tehát a rend hazájában, a törvényesség és a jogtisztelet hazájában történik ez. Ezek szerintem aggasztó jelenségek. Magyarországon is így áll a helyzet. Szerintem tüntetni mindenkinek joga van. Sztrájkhoz is mindenkinek joga van. De vannak világos jogszabályok, amelyek leírják, hogy hol vannak a törvényesség határai. És annak az átlépése szerintem nem engedhető meg. És ugye arra kérek mindenkit, hogy persze, nem ért egyet a kormánnyal, vagy valami más problémája van, az használja azokat a kifejezési eszközöket, amelyeket egy demokráciában igénybe lehet venni. Csak arra kérek mindenkit, hogy ne válassza az erőszakot, ne lépje át a határt, maradjon békés, ne romboljon, ne legyen agresszív, és ne alkalmazzon erőszakot. Azt, hogy a parlamenti képviselők ebben meg élen járnak, az kifejezetten aggályosnak tartom. Azt, hogy parlamenti képviselők fizikai erőszakot alkalmaznak. Nem engedik fölmenni az ülés levezető elnökét a pulpitusra. Az fizikai erőszak. Ezzel rendkívül rossz példát mutatnak. És én azt gondolom, hogy ez európai összefüggésben is, és magyar összefüggésben is olyasmi, amivel szemben nyilvánosan állást kell foglalni. Én a magam részéről. Beszélt arról, illetve bírálta azokat az uniós államokat, illetve a bizottságot is, akik nem hallgatják meg az emberek szavát, nem figyelnek oda, amit akarnak. Több ezren tüntettek, több mint 10 000-en tüntettek többször is Budapest, illetve az ország több pontján. Az ő hangjukat miért nem hallja meg? Köszönöm. Szerintem általában a kormány, de engem személy szerint biztosan nem lehet azzal vádolni, hogy ne figyelnék arra, amit az emberek mondanak. Hát számos olyan dolgot honosítottunk. Én is részt vettem benne, meg a magyar közéletben, ami azt a célt szolgált, hogy bevonjuk az embereket. Konzultációról már beszéltem, de
az alkotmánymódosítás módja is ilyen volt. Tehát én a mostani tüntetőkre is figyelek. Most ugye persze van, amit talán jobb lenne nem meghallani, mert ja, ilyen undok dolgok. Dobálnak az emberre, meg mondanak, ezeket jobb lenne nem hallani, de kihámozom én ebből azt, amit ők szeretnének. És én értem, hogy ők nem értenek egyet a kormánnyal, számos előterjesztés volt, sőt, Kósa Lajos többször is tárgyalt velük. A más kérdéseket megvitattuk a parlamentben, tehát ezek nem vita nélkül, a vitát kikerülve elfogadott döntések. Én csak azt kérem az ellenfeleinktől, amikor meghalljuk őket, azt a jogunkat ne vitassák el, meg azt a tényt ne vonják kétségbe, hogy egy demokráciában a parlamenti többség hozza a döntést. Döntéseket. Azért szavazták meg őket. Ezek a döntéseket eddig is meghoztuk, ezután is meghozunk, de minden vitának, eszmecserének állunk elébe természetesen. Köszönöm, Népszava. Nyilván nagyon széles nemzetközi kitekintéssel rendelkezik. Ismer olyan demokráciát a világban, ahol a miniszterelnök éveken keresztül nem áll szóba a kormánykritikus sajtóval, nem ad interjút mondjuk a Indexnek, a Népszavának, a 444-nek és másoknak. Most ismerte el ön is, hogy ezek a médiumok a magyar választók nagyobbik részét képviselik, vagy legalábbis fogyasztják őket. Illetve mikor akar interjút adni ezeknek a médiumoknak. És egy kérdés, hogy mit gondol arról, hogy erre az eseményre is több regisztrált kollégát nem engedtek be végül azt? Ennél én jobb véleményű vagyok önökről. De visszatérve a kérdésre, egy interjúnak nem az az értelme, hogy bikaviadalt vívjak egy újságíróval. Az én fölfogásom, én szívesen állok mindenkinek a rendelkezésére, hogyha egyébként a beszélgetés azt a célt tűzi ki maga elé, hogy egy kérdést minél több oldalról világosítsunk, vagy világítsunk meg. Én olyan interjúkat és olyan szituációkat nem keresek, és nem is vállalok, ahol eleve lehet látni, hogy egy rossz indulatú ember, előítéletes kérdéseket fog föltenni nekem. Köszönöm, nem kérek ebből. Nekem sincs rá szükségem, meg a magyar választókhoz más módon is el tudok jutni. De mindenkinek állok a rendelkezésére, aki egy adott kérdéskört szeretne több oldalról, akár vitatkozva is körbejárni. De bizonyos korrektség, együttműködési készség, azonos megközelítés, vagy legalább a másik megközelítésének elfogadása az előfeltétele minden értelmes beszélgetésnek. Ez a helyzet. Én ezen az alapon válogatom ki, hogy mikor, kinek, miről, mit mondok, és mivel beszélek. Ez egy kivétel van. Összes kényelmetlen kérdést meg szoktam kapni egyébként. Egy megjegyzést azért engedjen meg, mint minden kormányinfón meghívásos alapon történt az újságírók meghívása. Tele van a terem, fizikailag nem bír el többet, úgyhogy azoknak, akik kimaradtuk, üzenjük, hogy ahova nem hívják őket, oda nem érdemes jelentkezni, mert nem így működik. Pár sajtót pedig nem szoktunk beengedni a sajtótájékoztatókra. Most az FAC-et kérem, Stefan. Stefan Löwenstein, Frankfurt Allgemeine Zeitung. Bármilyen történelmi vagy politikai szimbolizmussal is rendelkezik? Azon túl, hogy fizikailag egyébként most már elkülönült a hivatala a törvényhozásétól. Ha megengedi, magyarul válaszolok. Három dolgot érdemes ezzel kapcsolatban szerintem megjegyezni. Mármint a szimbolikus térben mit jelent mindez? Az első, elválasztva a törvényhozás, meg a végrehajtó hatalom. Megjegyzem, a kommunizmus előtt el volt választva fizikailag, és a kommunisták találták ki, miután a hatalmi ágak elválasztásának elvét elvetették, és a hatalmi ágakat egységesítették, és a kommunista párt alá rendelték, hogy mindenkinek egy helyen kell tartózkodnia. Ez egy kommunista örökség volt, örülök, hogy végre szabadultunk tőle.
A második szimbolikus jelentés az az, hogy azért a 1000 éves magyar államiságnak a közép-magyar demokrácia, 1000 éves hagyomány és a modern demokrácia, a népképviselet, parlament. Az első lépést az odavaló visszamozdulásra egyébként, ahol voltunk, a szocialista kormány tette meg, hiszen ők döntöttek úgy, hogy a köztársasági elnök a parlamentből menjen oda. Tehát a vár politikai természetű felhasználása az elsőként egy szocialista kormány döntéseként történt meg. Ezt is írjuk oda a valósághoz. Van a harmadik dolog, az pedig az esztétikum vagy jóvátétel. Tehát az Magyarországon rendszeresen zajlik egy vita arról, hogy bizonyos történelmi épületek visszaépítése az vajon politikai kérdése, vagy esztétikai kérdés, vagy történelmi kérdés. Az én álláspontom szerint minden olyan történelmi épület, amelyet Magyarország függetlenségének elvétele után megsemmisítettek, annak a visszaállítása, visszaépítése az jóvátétel kérdése. Nem esztétikai kérdés, hogy vajon az szép volt-e akkor, vagy szép-e most. Magyarországon ezt a nyugatiaknak mondom, azért mégis 41 néhány évig a hatalmat egy olyan párt gyakorolt, amelynek az volt a jelmondat, hogy a múltat végképp eltörölni. És ki akart fordítani bennünket, ki akart forgatni bennünket a saját múltunkból. Természetes kulturális közegünkből. Minden tekintetben ideértve egyébként a tárgyi környezetet is. Ezért én mondjam, személyes politikai küldetésnek is tekintem az antikommunizmus jegyében. Hogy ahol a múltat el akarták törölni, de nem sikerült, ott a jóvátétel jegyében, a magyar emberek és a magyar nemzet iránti jóvátétel jegyében mindent állítsunk helyre. Ez az én megközelítésem. És végül van egy személyes dolog, még ez nem szimbolikus. Én a világ legszebb munkahelyéről mentem el. Egy kolostorba. De a magyar parlament, higgyék el, az a világ legszebb munkahelye. RTL. Borák Anita, RTL. A munkatörvénykönyvének módosítására visszatérve egy kicsit, mondta, hogy egy jogos igényt meghallgatva született meg ez a döntés. Egy másik jogos igény fogalmazódik meg a döntés megszületése óta, vagy jogos felvetés a munkavállalók részéről. Van-e esély arra, hogy ezt meghallgatják, és esetleg szóba jöhet-e az, hogy módosításokat vezetnek be? Illetve azt még azért megkérdezném, hogy az a kitétel ennek a módosításnak, ami akár 3 éves kifizetést is lehetővé tesz a bizonyos feltételek mellett a túlórára a munkaadóknak, ezt kinek a kérése volt, vagy hogy ezzel a munkavállalóknak milyen érdekét nézték, amikor ezt beletették ebbe a módosításba? Tekintettel arra, hogy a törvényt most fogadtuk el, és a vitákat a törvény előtt, elfogadása előtt kell lefolytatni, nem utána, és azokat lefolytattuk, egyelőre semmilyen törvénymódosítás nincs napirenden. Ami a törvény tartalmát illeti, ott szeretnék világosan fogalmazni, hogy Magyarországon mindenki, ha elvégezte a munkáját a következő hónap elején, az előző hónapban végzett munkáját, annak a bérét teljes egészében meg kell, hogy kapja. Ez olyan nincs kivétel. Tehát az emberek ki lesznek fizetve? Hónap végén, hónap elején, a mögöttük hagyott hónapot követően ki lesznek fizetve? A rendes bérük is, és a túlóra bérük is. A törvény ebben semmilyen változást nem hoz. De az előre tervezett túlórára lehetőség van egy 36 hónapos ciklusban elszámolni. Én csak azt tudom mondani önnek, mint aki elég sokat dolgoztam már, hogy amikor ledolgoztam a melómat, akkor várom a munkabéremet. És azt vagy azonnal, vagy heti bontásban, vagy hónap végén ki kell fizetni. Sose fogadtam el, hogy ne fizessenek ki. És szerintem Magyarországon a munkavállalók vannak is elég erősek. Ha túlórát vállalnak, előre tudják tisztázni, hogy mik a fizetési föltételek. A törvény szerint megkövetelhetik, hogy őket fizessék ki. És azt is javaslom nekik, hogy ezt mindig követeljék is meg. Más téma, a TAO törvényhez született egy módosítás év végén. 2011 óta van lehetőség arra, hogy cégek társadalmi adójuk egy részét felajánlják sportcélokra, az ott a több 100 milliárd forintot fordítottak erre a célra. Idéntől már csak 50 milliárd forintot lehet. Miért volt szükség erre a módosításra? Ez azért van, mert hogy túl sok pénz folyott így a sportcélokra, vagy nem jó célokra használták ezt fel, vagy esetleg azért, mert a költségvetésnek mégiscsak szüksége van ezekre a forrásokra?
szerintem ténybeli félreértéssel állunk szembe. A következő évben sem lesz kevesebb a sporttaó, mint az idén volt. Ez egy félreértés. Ugye a taót két célra lehet felhasználni, van a kulturális taó, azt megszüntettük. Igen. Szerintem közmegelégedésre, vagy legalábbis amíg az volt a helyzet, hogy létezett a taó, mindenki azt mondta, hogy ez nem helyes. Most, hogy már nincs, kicsit árnyaltabbá váltak az álláspontok, de ez a magyar politika sajátosságaihoz tartozik. Viszont itt van a sporttaó. A sporttaó esetében azt kell tudni, hogy az két célra lehet használni. Itt a TAO beruházás van a magyar gazdaság rendszerében. 300 milliárd forint. És hogyha ugyanilyen ütemben újabb és újabb TAO-kat nyitnak meg, akkor kétséges, hogy abból a 300 milliárdból mi valósul meg. Ezért mi azt mondtuk, hogy most lassítsunk. Egy-két éven keresztül a már megítélt összességében 300 milliárd forintnyi beruházásból valósuljon meg minél több, akkor látjuk, hogy egyáltalán mi az, ami meg tud valósulni, és utána ismét lehet nagyobb összegű taófejlesztéseket megindítani. De itt és most a működés marad, a fejlesztéseknél pedig a már előre megítélt, de meg nem valósított beruházásoknak legalább a fele valósuljon meg, hogy lehessen megbízhatóan tervezni. Egyébként az egész kérdéskör azért került elő a kulturális taóval összefüggésben, mert a pénzügyminiszternek az volt az észrevétele, hogyha a kulturális taót megszüntetjük, de ugyanazt az összeget, 37,5 milliárd forint, odaadunk a kultúrának, viszont a taófelajánlások átáramlanak a sportba, akkor az összességében költségvetési hiányt fog növelni. És ezért javasolta, hogy valamilyen felső limitet a sportnál húzzunk be, miután úgyis 300 milliárd kint van a rendszerben, 2-3 évre nyugodjunk meg, valósítsuk meg azt, amit már eldöntöttünk, és utána nyissunk újabb sportolókat, mármint fejlesztési sportolókat. Egyébként a működésre vonatkozó szabályok változatlanok, tehát a magyar sport stratégiágazat kiemelt figyelmet élvez. A Spár sem, a Tesco-nál 16 ezeren dolgoznak, a Spárnál is körülbelül 6 ezeren. Tehát működik. Miután ez egy lehetőség, ezért van, aki él vele, és van, aki nem. Tehát működik. Viszont a felmérések szerint, az Agenda Policy szerint a társadalom, a lakosság 83%-a elutasítja, tüntetések vannak, a szakszervezetek tiltakoznak, az Európai Szakszervezeti Szövetség elnöke tiltakozik. Miniszterelnök úr, minek kell ahhoz történnie, hogy mérlegelje, hogy módosítsák, vagy visszavonják? Egy ténybeli tévedést akárhányan ismételnek meg, nem lesz igazság.
ez a törvény egy jó törvény. Senkire semmilyen kényszert nem ró, azt a lehetőséget adja meg, hogy amit eddig stiklikbe túlóráztak, most tisztességesen el tudják számolni. Aki akar, él vele, aki akar, nem él vele. Tehát akkor nem is mérlegeli a visszavonást, vagy a módosítást? A szempontokat, ha jól értettem. Igen, tehát úgy szokták csinálni, hogy a szempontokat, amelyek fölmennek, döntés előtt kell mérlegelni. Utána döntenek, aztán majd eltelik valamennyi idő, és ha indokolt, akkor ismét előveszik a kérdést. De hát két hét sem telt el. Még egy fizetés sem volt mód kivinni a postát. Miniszterelnök úr említette, hogy Trócsányi László lesz a listavezető, amit már be is jelentettek. Ő igazságügyminiszter, ebből ugye az következik, ha én jól gondolom, hogy legalább egy mini kormány átalakítás lesz. Az igazságügyminiszteri posztra van-e már jelöltje, azt hírlik, hogy Bajka István esélyes, vagy egy főbíró? A számítások szerint az Európai Bizottság tagjai, a biztosok a helyüket legkorábban szeptember-októberben foglalhatják el. Addig a kérdés nem időszerű. Egyéb fronton sem. Hír televízió következik. Anna. Hátul. Másik oldal, hátul. Nem. Jó napot kívánok, Kis Kornélia, a Hír televízió. Miniszterelnök úr, a Spiegel a minap arról írt, hogy Törökország felül újra megindulhat a migrációs hullám. Ez elérheti-e hazánkat? A Törökországból induló migrációs hullám kitüntetett útvonal a szárazföldi balkáni útvonal, tehát elérhet bennünket. A következő kérdésem az lenne, hogy a Politico szerint miniszterelnök úr kiterjesztené az uralmát az Európai Néppártban. Van-e önnek ilyen jövőbeni terve? Ha lenne mit kiterjesztenem, kiterjeszteném, de nincsen itthon se. Egy demokratikusan megválasztott miniszterelnök vagyok. Köszönöm. Köszönöm, a lemondot kérem. Itt elől. Thank you, Mr. Prime Minister, inviting us. A miniszterelnök úr, hogy meghívott bennünket. Néhány kérdésem lenne. Először is a Salvini úr, francia szövetségese, a francia front. Marie Le Penről nem beszél soha, az olasz kollégáról igen. Van-e az választásokkal kapcsolatban már mire? Én tudom, hogy egy december 7-én itt járt egy delegáció tőlük. Találkoztak-e Fideszessel? A Salvini a kájhához, ahogy Magyarországon mondják. Tehát a Fidesz az Európai Néppárt tagja. A lojalitás Magyarországon politikai érték. És egész addig, amíg ott vagyunk, és remélem, hogy hosszú ideig eltart majd, mi mindig lojálisak leszünk a saját párt családunkhoz. Ugyanakkor a migráció kérdése nem ismeri a párthatárokat. És miután egy nem az Európai Néppárthoz tartozó belügyminisztere lett Olaszországnak Salvini úr személyében, a találkozó a magyar miniszterelnök és az olasz belügyminiszter között történt, mert a migráció megköveteli a kormányok közötti együttműködést, mindegy, hogy ki milyen pártcímben gyakorolja a kormányzati felelősségét. De még ezt a találkozót is úgy csináltam, hogy előtte Berlusconi úrtól engedélyt kértem. Mert ő a mi szövetségesünk Olaszországban, aki ellenzékben van. Ilyen bonyolult az európai pártvilág, hogyha az ember bizonyos magatartás szabályokat be akar tartani, mert elvárja, hogy majd mások is betartsák vele szemben. Ezért a válaszom az, hogy mindig találkozni fogok Salvini úrral, amikor a migráció kérdése ezt indokolja. Semmilyen pártszempontot nem fogok alkalmazni, egész addig, amíg a migrációért felelős olasz miniszter, belügyminiszter Salvininak hívják. Mint említettem, ezen túl én egy bátor embernek is tartom, tehát a találkozó nem egyszerűen csak kényszer a számomra, hanem mindig egy megtiszteltetés is. By there any contact with the Rassemblement National from the Fidesz? Kapcsolat, Fideszes kapcsolat Marie Le Pen Rassemblement National nevű pártjával. You don't think so, or you know there is no contact? Nem hiszem, december 6-án vagy 7-én itt járt egy delegáció. Ha volt, én nem voltam ott. Egyébként, ha még megengedni, azt szeretném kérdezni, júliusban azt mondta, hogy Macron a legnagyobb ellenfele az európai választásokon. Hogyan látja most a Macron elnök helyzetét Franciaországban? Ha másik ország vezetőjéről beszélünk, akkor az első
elvárás, hogy kellő tisztelettel tegyük ezt. Tehát szeretném világosá tenni, hogy Magyarországon megadjuk a tiszteletet Franciaországnak és Franciaország köztársasági elnökének. Tehát én nem fogok róla semmit sem mondani, ami tiszteletlennek minősülne. De azt a tényt sem hallgathatjuk el, hogy ma a bevándorlás párti erőknek jelentős alakja, sőt szerintem vezetője maga Emmanuel Macron. Ez nem személyes ügy, személyesen egyébként jó viszonyt ápolunk egymással, de nem személyes ügy. Itt Európa és a hazáink, Franciaország és Magyarország jövőjéről van szó. Itt nincsen helye semmilyen személyes szimpátiának. Azt gondolom, hogy ha az valósul meg Európában a migráció és a bevándorlás tekintetében, amit ő akar, az rossz lesz Magyarország számára, őt harcolnom kell ellene. ZDF is next. ZDF is next. Thank you. Nikola Tiefi, ZDF, German TV. Német TV, miniszterelnök úr, hogyan tudja megemlíti azt, hogy hátulról a másodikok voltak magyarok a korrupciós listán az Európai Unióban, amióta ön hatalmon van, Mészáros úr és Tiborcz úr több száz milliónyi EU-s pénzeket kap projektekre. Mit fog tenni annak érdekében, hogy EU-s pénzek nem a család és a barátok zsebében landol? EU-s nyomozók súlyos szabálytalanságokat tártak föl EU-s pénzekkel kapcsolatban. Miért állított el az ezzel kapcsolatos nyomozásokat? A törvények fölött. Ezért, ha az EU-tól bármilyen észrevétel érkezik, akkor talán a legmagasabb arányban éppen Magyarországon folytatják le a hatóságok a szükséges vizsgálatokat, és ez helyes. Magyarországon vizsgálatot leállítani nem lehet. Ha ön azt gondolja, hogy Magyarország miniszterelnök vizsgálatokat állíthat le, akkor téved. Egyébként pedig az üzleti ügyekkel, mint már ma mondtam, nem foglalkozom, nem is fogok a jövőben sem. Magyarországon a közpénzekre vonatkozóan szabályok vannak, azokat tiszteletbe kell tartani. Halkan jegyzem meg, hogy az EU-s pénzek, amiről ön beszél, azok kizárólag Európai Uniós közbeszerzésekkel hirdethetők meg. Tehát minden Európai Uniós forint olyan forint, amelyre bárki pályázhat. Német, francia, osztrák, bárki pályázhat az Európai Unióból. Tegyék ezt. Jöjjenek minél többen, vegyenek részt a magyar közbeszerzéseken, vegyenek részt a versenyben. But often they are tailor-made to only one company. Egyetlen egy nyertesre írják ki, egyetlen egy cégre írják ki. Ilyen volt például az Elios, aki az ön, ami az ön veje. De Mészáros úr ügyében is önnek egy szoros barátja, és amióta ön hatalomra került, egy gázszelerőről milliárdos lett. Hogy van ez? Ezekkel az érintettekhez kell fordulni, mert Magyarország kormány és a miniszterelnök nem hagyja magát beleprovokálni semmilyen üzleti kérdésre vonatkozó válaszba. Viszont szeretném, megismételni, hogy Magyarországon rosszul álltunk az egy tárgyalásos közbeszerzések tekintetében. 30% körül voltunk, ezt sikerült 15%-ra csökkenteni, amelyet eredményként az Európai Unió is elismer. Szerintem ezt a munkát kell folytatni. HVG következik. Köszönöm szépen, jó hajnalka a HVG. 3 éve a parlamentben miniszterelnök úr azzal utasította vissza az önhöz, illetve a kormányhoz közel álló üzleti körök vállalkozók gyarapodását firtató kérdéseket, hogy ameddig a 10 leggazdagabb magyar vállalkozó között nincsen fideszes, addig nincs miről beszélni. Azóta elég komolyan megváltozott a helyzet. Mészáros Lőrinc az ön gyerekkori barátja, a Felcsúti utánpótlás akadémiát önnel együtt megálmodott. Volt felcsúti polgármester, az ország leggazdagabb emberévé vált, példátlan 380 milliárdos vagyonnal. 100 milliárdos nagyságban nyer állami megbízásokat, üzlettársaim már az ön vejének is. Ilyen körülmények között hogy lehet a politika és az üzlet szétválasztásáról beszélni, illetve milyen fényt vett Magyarországra, hogyha miniszterelnökhöz közel álló üzleti körök ilyen mértékben gyarapodnak az utóbbi években? Egy ponton vitatkozom csak önnel, nem egy dolog van, amit nem adok. A Puskás Akadémát én alapítottam egyedül. Nem osztozom senkivel. Ami a másik megjegyzést illeti, megálmodott, mondtam, ami ezeket a egyéb megjegyzéseket illeti, ezeken a listákon én leginkább kuncogni szoktam. Mindenki ismeri a magyarországi valóságot. Két okért, vagy két okból fizetnek az emberek, hogy rákerüljenek a listákra, meg hogy ne kerüljenek rá a listákra. Ezzel a komolysággal kell ehhez állni. Mészáros Lőrinc vagyona azért már nem nagyon vitatható, tehát ez... 16-szor is el fogom mondani önöknek, hogy üzleti kérdésekben, gazdasági kérdésekben
üzleti tranzakciók kérdésében a magyar kormány nem tartja magát illetékesnek, és nem engedem sem magamat, sem a kormányt beleprovokálni ilyen típusú témákba. Nem foglalkozunk ezzel. Bocsánat, egy különbség. Eko televízió, televízió következik. Leghátul. Köszönöm. Heiter Dávid vagyok, Echo Televíziótól. Napirendre tűzik a magyarországi helyzet kérdését január végén az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén. Ugye erről döntött a képviselőtestület házbizottságaként működő úgynevezett elnökök konferenciája. Erről mit gondol? Nem tudom követni az eseményeket, bevallom, hogy őszintén annyiszor tűznek bennünket napirendre, hol itt, hol ott, hogy az ember már ezt nem tudja követni. Amikor Szájár József azt szoktam mondani, hogy most mennem kell, akkor megyek Brüsszelbe. Továbbra is ehhez tartom magam. Ennek az egész helyzetnek a megítélését, hogy hol, mikor érdemes vagy nem érdemes megjelenni és megszólalni, ez Budapestről szinte lehetetlen ebben a kakofóniában megítélni, úgyhogy ezt mindig a Európai Parlamenti képviselőcsoportunk vezetőjére szoktuk bízni. Ez így lesz a jövőben is. Hogyha úgy látják a kint dolgozó fideszesek, hogy most a miniszterelnöknek ki kell menni, akkor természetesen kimegyek. Judith Sargentini egy brüsszeli tüntetésen arról beszélt, hogy sok miniszterelnök kellemetlennek érzi azt, hogy önnel egy asztalhoz üljön. Ön hogy áll ehhez a kérdéshez? Mit gondol erről? Ön szívesen ül le mindenkivel egy asztalhoz? Minden botnak két vége van. Köszönöm szépen. Magyar Idők. Baranyai Gábor, Magyar Idők. Miniszterelnök úr említette, hogy a tavalyi évben 4,6%-os kiváló gazdasági növekedést ért el az ország. A 2017-18-as költségvetés megszavazásakor két nagy bankház elemző, a Goldman Sachs és az Erste szakemberei azt jósolták, hogy mindössze 2%-os növekedés várható, és ezzel szemben ugye több mint dupláját érték el ebbe a két évben a magyar gazdaság. Mi a véleménye, hogy a magyar gazdaságot monitorozó, erről jelentéseket írogató ezen nagy bankházak ennyire mellé lőttek? Hát, ha még csak ők lőttek volna mellé, de van egy nagy, hosszú listám, csak nekem nem szokásom, hogy megszégyenítsek másokat, vagy rápirítsak másokra, de van egy nagy lista, a pénzügyminiszter bemutatta tegnap kormányülésen, ahol számba vettük, hogy az elmúlt években kik hányszor, ideérte személyesen is egy-egy nagy tekintélyű közgazdász, aki vállalta a személyes jóslásnak a felelősségét, hány alkalommal és hogyan tévedtek. Ez egy tanulságos lista. Nyilván önök újságírók, ez nem elérhetetlen az önök számára. Azt nézzék meg. Ki fogjuk kérni? Most ahhoz én már hozzászoktam, mégiscsak 30, vagy csak 29 éve vagyok parlamenti képviselő, 13. éve miniszterelnök, ahhoz én már hozzászoktam, hogy választási években az elemzők jól láthatóan politikai eszköznek tekintik az elemzést. Tehát nem a valóságot akarják bemutatni, hanem a politikai szándékaik, szimpátiaik, érdekeik szerint befolyásolni akarják az emberek döntését az előrejelzéseikkel. Tehát azért sok ilyet láttam már, és most sem lep majd meg, ha a 19-es évre nézve, hiszen megkezdődött az európai parlamenti választási kampány, majd megint látunk ilyeneket. Az, hogy békeidőben, amikor nincs választási kampány, is folyamatosan nehezen magyarázható szakmai megfontolásokból leértékeljék Magyarországot, ebben nem vagyok hívva az összeesküvés elméleteknek, de nehéz nem tendenciát látni. Én megmondom őszintén, ha még egy megjegyzést megenged, igen. Ez talán egy kicsit a kelleténél is jobban bánt, mert ez nem a kormányról szól. Tehát amikor egy ország gazdasági teljesítményét 0,5%-kal meg 1%-kal a növekedés tekintetében alábecslik, a költségvetési hiányát meg fölül, akkor az nem az adott kormánynak kellemetlen, hanem az mégis egy országról kialakított kép, és nekünk az nagyon fontos. Ezt megtapasztaltuk a gazdasági válság idején 2008-2009-ben, hogy azt védjük meg azt a pozíciónkat, hogy Magyarországon a pénzügyek rendben vannak. Halkan mondom, senki sem ír róla, de megemlítem. Nézzék meg, hogy 2010-ig a választási kampányok éveiben hogyan viselkedtek a költségvetési hiányok. És nézzék meg, mi volt a hiány 14-ben, és mi volt a hiány 18-ban. Választási évről beszélünk. Választási évről beszélünk. Arról beszélünk, egy választási évben, amikor a szocialisták idején ilyenkor folyamatosan kiszorták a pénzt, szerintem felelőtlenül nagy költségvetési hiányokat előidézve ennek a lenyomatait láthatják, mondjuk 2018-ban a tervezett hiány alacsonyabb lett. Egy választási évben. Tehát ez jól mutatja, hogy
mindent megteszünk annak érdekében, hogy kézbe tartsuk a pénzügyeket, mert azt tanultuk meg 2008-ban, hogy nincsenek rendben a pénzügyek, egy gazdasági válság fölborítja az országot. És nem a kormány iszza meg a levét, hanem mindenki, az összes magyar ember. Ezért nekünk fontos, hogy megvédjük a pozíciónkat a tekintetben, hogy a magyar pénzügyek rendben vannak, az előrejelzéseink megbízhatóak, és a valóság a mi oldalunkon áll. A legnagyobb szövetségesünk egyébként ebben a küzdelemben maga a valóság. Említette, hogy a tegnapi kormányülésen részt vett Tarlós István főpolgármester úr is. Milyen Budapesttel fővárossal kapcsolatos döntéseket hoztak? Alapvető döntéseknek nem nevezném, de hoztunk néhány döntés. Egyik a Lánchíd felújítására vonatkozó néhány döntés. A másik egy 13. kerületi nagy beruházás, csatornázási beruházásnak a döntése volt. És 7 helyen hozunk létre a fővárosban sportparkokat, amelyek alapvetően nem az élsportot, hanem a lakótelepi, lakóövezeti közönséget szolgálják majd ki. Erre terjesztett elő a főváros egy javaslatot. Ez majdnem 2 milliárd forint értékben fog megvalósulni a következő időszakban. És megjelöltük azokat a kérdéseket, amikről hamarosan döntenünk kell. Ilyen például a 3-as metró továbbépítésének fontos kérdése is. TV2. Köszönöm szépen, Ott Robina Kristóf vagyok a TV2-től. Többször is felmerült már itt a brüsszeli keddi ellenzéki tüntetés Sargentini asszony vezetésével. Miniszterelnök úr, ön mit gondol arról, hogy miért kellett az ellenzéknek ezt Brüsszelbe kivinni a saját tüntetését? Mit akartak ezzel elérni, illetve egy rövid második kérdés ebben, hogyha már ellenzék. Mit gondol arról, hogy a Jobbik már nem is tagadja, már nyíltan beállt a baloldal mellé, ugye azt is mondták Gyöngyösi Márton, hogy még az ördög édesanyjával is összeállnának. Köszönöm. Az utóbbi dologra csak azt mondom, hogy aki ilyet mond, abban már bele is bújt a kis ördög. Tehát ott már baj van. A politikában nem szabad az ördöggel is összeállni szerintem, de ez egy zárójeles megjegyzés. Nyilván teológiai különbségek is tükröződnek ebben. De a dolog lényege végül is az volna, hogy egy nemzetközi kampányban vagyunk benne. Tehát mindenkit szeretnék arra figyelmeztetni, hogy az érzékelésünk az most nem lehet olyan, mint ami nyugalmi helyzetben a politikával szemben megszokott. Hiszen most egy izgalmi szakaszban vagyunk. Megkezdődött a kampány. Tüntetések vannak, pontokat fogalmaznak meg, majd mi is fogunk megfogalmazni, egy kampányban kell, és jelölteket állítanak. Tehát egy kampány szakaszban vagyunk, és ez egészen májusig biztosan így lesz. És a kampányban az az újszerű nekünk, hogy egy nemzetközi kampány lesz. Persze lehet erre azt mondani, hogy voltak már európai parlamenti választási kampányok, mi ebben az újszerű? Az újszerű az az, hogy eddig minden európai parlamenti választási kampány minden országban belpolitikai kérdésekről szólt. Sosem volt egyetlen téma, amely kiemelkedett volna, és maga köré rendezte volna az egész európai politikai arénát. Most ez történik. Most először van abban az értelemben európai választás, hogy egy európai témáról, a bevándorlásról és a migrációról fogunk majd dönteni. Úgyhogy ebben az esetben még inkább indokolt, hogy a nemzetközi hírek és a nemzetközi összefüggések nagyobb teret foglaljanak el, mint korábban. Az ellenzék összefogásáról, miután nekem nem dolgom, és ők nincsenek itt ráadásul, hogy a saját véleményüket kifejtsék, ezért nem is lenne méltányos, ha erről hosszabban beszélnék. De én azt gondolom, hogy igyekszem olyan óvatosan fogalmazom, mennyire csak lehet. Hogy mégiscsak van mögöttünk egy történelem. És én, ahogyan nálunk mondják, a szívére helyezném a baloldalnak azt a gondolatot, hogy szabad-e rövidtávú pártpolitikai érdekből bármilyen szélsőjobboldalt, vagy antiszemitizmust, vagy ilyen nézeteket képviselőket legitimálni. Ez egy olyan történelmileg megközelítendő kérdés, amivel majd el kell számolni a válasz tekintetében mindenkinek. Én nem is akarok erről többet mondani, de azt gondolom, hogy a történelem arra való, hogy értsük. És szerintem néha érdemes erre hallgatni. BBC következik. Köszönöm szépen. Nick Thorpe from the BBC. Angolul fogok kérdezni, ha lehetség. Please. Speaking about the overtime law. A túlóra törvényről beszélve ön azt mondta, hogy a természetesen a puding próbálja az evés. 5-6 hét, amióta tudjuk a ismerik a szöveget, 10 napja lépett hatályba, egyértelmű, hogy sokak számára Magyarországon a puding íze keserű. Azt mondta itt ma, hogy figyeli
az embereknek a véleményét, akik az utcákon vannak, ha folytatódnak, erősödnek a tiltakozások, ha ez a keserűség, amit oly sokan éreznek ezzel a törvénnyel kapcsolatban, erősödik, el tudja képzelni azt, hogy ezt a pudingot esetleg leveszi az étlapról, és helyette egy újat főz, amiben esetleg több szakácsot von be? Pudding is a little bit different because what the people have done up to now is just see the pudding on the menu card. Please taste it and then have an opinion. Az pudingot eddig az emberek csak az étlapon látták, kóstolják meg, és akkor legyen véleményük. Kálnoki Boris vagyok, a Kiveltnek dolgozom, miniszterelnök úr. Németországban a CDU-nak van egy új elnöke, Kramp Karrenbauer asszony, ismeri személyesen, esetleg mit gondol róla, mit szeretne, hogy változon a magyar-német viszonyban? Köszönöm. Az elnök asszonyt személyesen nem ismerem. A beszédeit rendszeresen olvasom, és követem a munkáját. Amikor 1998-ban, ha megengedi, hogy ezt fölidézzem, először választottak meg a magyarok miniszterelnöknek, akkor elmentem Helmut Kohlhoz, aki akkor a szakma nagy öregje volt, egy igazi veterán, már 16. éve volt kancellár, és egy sokórás beszélgetésen kifaggattam őt arról, hogy hogy kell ezt a szakmát csinálni, mert korábban még ugye én is csak ellenzékben voltam. És sokat őriztem meg az akkor kapott tanácsokból, de az egyik fontos dolog, amit mondott, az a pártra vonatkozott. Meg kérdeztem tőle, hogy most, hogy Magyarországon ez a helyzet, a miniszterelnökség mellett helyesen kell-e megtartani a pártelnökséget. És azt mondta, hogy it's a must. Tehát ennek így kell lennie, azt meg kell tartani. Anélkül Németországban biztosan nem, de talán más országokban sem lehet jól kormányozni. Ez egy olyan tanács volt, amit nem fogadtam meg egyébként. De az idő azt derítettek, hogy neki volt igaza. Tehát ha megnézi a 98 utáni Fidesz párttörténetet, akkor láthatja, hogy ott külön választottuk több alkalommal is a miniszterelnökséget a pártelnökségtől, és nem vált be. Neki volt tehát igaza. Én azóta is úgy nézek a német politikára, hogy ha külön válik a kancellárság és a pártelnökség, az valami szokatlan dolog. Tehát nem a megszokott hatalomgyakorlási képlet. Úgyhogy én magam is egyfelől, miután szimpatizálok Németországgal, és sok sikert kívánok a német embereknek, izgalommal várom az ő nézőpontjukból, hogy sül ez majd ki, de szakmai szempontból is érdekel, hogy változott-e annyit a világ, hogy ezt a két pozíciót akár több éven keresztül is sikeresen lehet külön tartani. Egyébként a CDU és Magyarország között folyik egy baráti párbeszéd, amelyben azokat a kérdéseket próbáljuk tisztázni, amelyek konfliktus jelentenek, vagy félreértésre adhatnak okot a két párt között. Tehát párdelegációk vannak megbízva, ezek időnként találkoznak egymással. Ez a tény is jól mutatja, hogy mi különleges kapcsolatot, különleges értéket tulajdonítunk a német-magyar kapcsolatoknak, és azon belül a Fidesz-CDU-CSU kapcsolatrendszernek. Történelmileg is azt tartom helyesnek, hogyha Magyarország ott, ahol a nemzeti érdekei ezt nem zárják ki, megpróbál Németországgal együttműködni és megegyezni. Ott, ahol ez nem lehetséges, természetesen ott erre nem kerülhet sor, mert hát Magyarország az első. De Németországgal együttműködés kitüntetett célja volt mindig is a magyar külpolitikának, és e tekintetben én sem tudok mást ajánlani Magyarországnak, mint egy elmélyült, jó, őszinte európai stílusú kapcsolatot Németországgal. Ma ez nincsen meg. Ennek az oka elsősorban az, hogy a német politika nem akarja tudomásul venni, nem tartja tiszteletben a magyaroknak azt a döntését, hogy mi nem akarunk bevándorló országgá válni. És úgy érzékelem a német nyilvánosságból különösen, időnként nagyon durva formában is, hogy nyomást gyakorolnak ránk annak érdekében, hogy mi is kövessük őket azon az úton, amin elindultak, és amin mi nem akarunk elindulni.
Németországból folyamatos nyomást érzek a tekintetben, hogy Magyarország engedje be a migránsokat, és mi is legyünk bevándorló ország. A német-magyar stratégiai együttműködés mellett is azt kell mondanom, hogy ezt nem áll módunkban elfogadni. Semmilyen kompromisszumot nem látok itt lehetségesnek. 24.hu. Rögtön ott. Kálmán Attila, 24.hu. Miniszterelnök többször elmondta, hogy politikát és üzletet külön kell választani, nem engedi a kormány beleprovokálják ilyen ügyekbe. Amikor gazdag üzletemberek magánrepülőgépein utazik magánprogramokra, akkor nem kompromittálja ügyekkel? Ilyen szívességeket elfogadni nem kompromittál a magyar miniszterelnöknek? Nézd, én szuverén embernek tartom magam, és nem látok olyas fajta jó példákat, követendő vagy idézésre méltó példákat, amikor bárkinek megérte volna az üzleti életből nyomást gyakorolni rám. Tehát önök nyugodtak lehetnek, Magyarország kormánya a szuverén ország, a miniszterelnök is szuverén, azokat a döntéseket fogom mindig meghozni, a kormány is azokat a döntéseket hozza meg, amely Magyarország közérdeke szempontjából a legmegfelelőbb döntés. Egyébként, hogy mit lehet és mit nem, ezt a kérdést, amit ön érintett, konkrét kérdést, ezt a Magyar Parlament mentelmi ügyrendi bizottsága megtárgyalta, döntést hozott benne, és én azt elfogadom. Még egy kérdés ezzel kapcsolatban. A Fidesz frakcióban ott ül Simonka György és szavazgat különböző törvényekről, például a magyar munkások túlóra törvény ügyében is. Az, hogy őt költségvetési csalással és vesztegetéssel gyanúsítják, tehát üzletel Fidesz frakció tagjaként, ez morálisan elfogadható ön szerint? A magyar jog azon az alapon áll, hogy a bírói ítéletek megszületéséig mindenkit úgy kell tekintenünk, hogy nem bizonyítottak a vele szemben fölhozott vádak. Ezt mindenkit megillet, ez a hozzáállás. Ezt kell követni. Inforádió. Jó, de föltettem már Ildikó a kérdést. A kormány átalakítása lett volna a kérdésem az, hogy mondta a miniszterelnök úr, hogy Trócsányi miniszter úr lesz az új biztos jelölt, hogy ki lehet az utódja, akkor erről ősszel döntetnek, és mi lesz Navracsics Tibor sorsa, számítanak erre a jövőben is, hogyha igen, akkor hol? Ugye én általában nemlegesen válaszolok ezekre a kérdésekre, hogy kormány átalakítás, mert ha megnézik a 98-tól ez a negyedik kormány, amit vezetek, én nem vagyok híve a nagy arányú kormány átalakításoknak. A szokás Európában, hogy amikor úgy érzik, hogy politikailag elfogyott az erő, vagy változott a megítélés, akkor személyi döntésekkel próbálnak javítani egy-egy kormány megítélésén. Ebben nem hiszek. Nem mondom, hogy ez eleve ki van zárva, de én idegenkedem ettől. Ahogy szoktam mondani, nix ugri bugri. A kormány végezze a munkáját, vannak miniszterek, kell adni nekik kellő időt, meg esélyt, hogy végrehajtsák a munkájukat, és amíg valami nagy baj nem történik, vagy alkalmatlanságra vonatkozó jelek nem merülnek, nem kerülnek elő, addig nem érdemes a kormány átalakításával foglalkozni. A kormány átalakítást politikai eszközként használni sosem tesz jót egy ország stabilitásának, és stabilitás a legnagyobb érték a Magyarországon. Ezt a külföldieknek mondva, akik nyilván nem tudják. Ha visszanéznek 1990-re, Magyarország az egyetlen olyan ország az egész Európai Unióban, ahol sosem voltak időközi választások. Mármint parlamenti időközi választások. Egy-egy képviselővel kapcsolatban előfordulhatott, de előrehozott választások sosem voltak, és minden kormány, minden parlamenti többség kitöltötte a 4 évét. Ez példátlan Európában. 1990 óta ez csak itt történt meg. A stabilitás nagyon nagy érték, és én úgy látom, hogy a jövőben még inkább így lesz. Ez igaz a politikai, a pénzügyi és a gazdasági stabilitásra is. Úgyhogy én magam részéről a nix ugri-bugri politikáját követem a kormány átalakítás ügyében. Egy utolsó kérdést tudok engedni, még elfogyott sajnos az időnk. Az Épít, kérem, Pablo. Két rövid kérdésem van, miniszterelnök úr, itt vagyok. Az első az, hogy ő mondta, hogy a CEU honlapján azt olvasta, hogy Magyar Egyetemről van szó, viszont ott az is szerepel többször, hogy a kormány döntése vagy öt döntése hiányában az egyetem a tevékenységének a nagy részét a következő tanévtől Bécsbe fogja folytatni. A Lázár János, amikor miniszter volt, az egyik kormányinfón azt mondta, hogy a kormánynak semmi baja nem volt a CEU-val, amíg ez a Soros és a migráns dolog előtérbe nem került. Mivel a CEU azt mondja, hogy ő megfelel minden törvényi követelménynek, lehet azt mondani, akkor a CEU a politika, vagy a migráns politikának az áldozata lett? És van még egy rövid kérdésem utána. Ami a Soros Egyetemet illeti, örülök az ön
elviszi, akkor valami mégiscsak marad, akkor még sincs elüldözve, akkor nincs, hogy nem látják itt szívesen, akkor nincs szó arról, hogy neki innen el kell takaródnia, akkor nincs arról szó, hogy erőszakkal, jogi környezet átalakítással kitessék el, tévú, itt marad. Most én mekkora részem megy, és mekkora részem ad, azt majd meglátjuk. De akkor legalább abban értsünk egyet, hogy ugye valami marad, tehát Soros Egyetem lesz Magyarországon. Akármilyen jogszabályi változások is történtek, lesz. Ez egy fontos dolog, mert a fél országot, meg a fél világot bepaliszták azzal, hogy a Soros Egyetemet elüldözték Magyarországon. Innen el kell menni, most akkor marad vagy megy? Hát marad, itt lesz, legyünk benne biztosak. Én jól ismerem nekem. Jó, itt lesz ő velünk még hosszú ideig. Hogyha a lényeges kurzusokat, azokat, amik amerikai diplomát adnak, azt nem itt tartják, az azt jelenti, kb. Olyan, mint hogy valakit kilakoltatnak, de megmondják neki, hogy hát a lakcímkártyát megtarthatja. Én mindent értek, csak abban értsünk el, hogy akkor ugye marad? Nem, hát nem úgy marad, ahogy eddig volt. Aha. A másik kérdésem arra vonatkozna, hogy ön azt mondta, hogy a sajtószemlében ön azt látja, hogy nagyon sok kormányellenes vagy kormánykritikus hang van, és kevés, vagy többségben vannak az ilyen hangok. Ez lehet, hogy azért van, mert azok a kormánykritikus médiumok szerintem, meg akik függetlennek mondják magukat, mind a saját szempontjukból adják le a híreket, azon, hogy a kormány támogatják, meg egyre összehangoltabban ugyanazt mondják. Hiába vannak, most hallottuk 476-an, tulajdonképpen ugyanazt, hogy megnézzük a megyei lapokat, ugyanaz az önnel interjú, mindenhol ugyanaz jelenik meg, mindenki ugyanazt a kormány támogató mondatokat mondja. Lehet, hogy ezért tűnik önnek úgy, hogy túlsúly van a baloldalon, mert ott valóban több hang is megjelenhet. Hát nézze, én nem gondolom, hogy a politikának túl sokat kellene foglalkoznia a média erőviszonyokkal. Van arra egy médiahatóság, és így tovább, csak ez nem elkerülhető a kettőnk viszonyában, mármint a politika és a média viszonyában, hogy egymásról időnként gondolunk valamit. Nekem ez volt a gondolatom, amit elmondtam önnek, nem kérem, hogy fogadja el, csak azért mondtam el, hogy értse, hogy én hogyan gondolkodok az önök világáról. Egyébként nem, mondjam, tehát nincsen bennem tüske miatt, mert én végignézek önökön, ismerem önöket nagyon régóta, a nemzetközi sajtót is ismerem. Most egy korszakváltás kapujában vagyunk, én ebben reménykedem. Önök meg abban, hogy nem. Ugye mégiscsak a meghatározó történelemértelmezés, politikai helyzetértékelés, meghatározó értékek bemutatása az elmúlt időszakban egész Európában mégiscsak egy liberális koncepció jegyében történt. Ennek az arányról lehet vitatkozni, hogy az 90-10 volt, vagy 60-40, de hogy ma az egész európai kultúra és közbeszéd egy sajátos liberális megközelítésből értelmezi a világot, még hogyha egy különböző következtetésekre jut is. De ezt az adottságot nem érdemes eltagadni. Önöknek sem érdemes védekezni ezzel, mert mindenki tudja, hát ez így van. És nem ellentétes a sajtószabadsággal, egy történelmileg kialakult képződményről beszélünk. Én csak azt akarom mondani, hogy szerintem ennek a korszaknak most vége van. Részben azért, mert talán összedik magukat a konzervatív keresztény újságírók, ez egy külön történet, részben mert reményeim szerint ezek a médiák talán több hátszeret kapnak, mint amennyi ellenszeret kaptak eddig, részben pedig attól is remélem a változást, hogy olyan témák jöttek föl, amelyekben egyértelmű, hogy az európai emberek, vagy legyünk szerények, az általam ismert országok többsége, ideértve Magyarországot is, nyilvánvalóan nem ért egyet az önök által képviselt értékekkel, meg az abból fakadó politikákkal. Ez a helyzet ma. Ezért meg fognak változni az erőviszonyok. Én beszéltem arról, hogy a migráció hogyan alakítja át a politikai erőviszonyokat, de át fogja alakítani a média erőviszonyokat is. Ennek ez a sajátossága. Most együtt éljük ezt át. Én nem akartam önnel szemben sem támadó lenni, sem kritikus lenni, csak egyszer el akartam mondani önnek, hogy van egy helyzet, ne nézzenek bennünket madárnak, mi is értjük, hogy mi a helyzet, hát tudjuk, hogy mik az erőviszonyok, és ebben a közegben tesszük a dolgunkat. Ennyit akartam mondani, és közben abban reménykedünk, és ezt önök ne rólják föl nekünk, hogy ezek az erőviszonyok meg fognak változni. A politikában is, a filozófiában is, a kultúrában is, és reményénk szerint majd a médiában is, de nem kéne egymásra ellenségként tekintenünk. Ennek a folyamatnak vagyunk mindannyian részei, vannak szabályok, hát küzdjünk becsülettel. Miniszterelnök úr, köszönöm.